Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Hát most én kapkodjak? De tényleg engem nézel, hogy én kapkodjak? Nem, csak azt hiszem, hogy te már itt vagy. Hát már egy ideje. Szevasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 10 perccel 6 óra után nem csak én vagyok itt, hanem... Na itt vagyok. Kidumáltátok magatokat? Hogy érted ilyen véget? Én sem értem. Mivel összefutottam itt kint. Csak bementem a mosdóba egy pillanatra, egy zsepéért, és már jövök is a vége zene. Mennyi zene volt ez? Avancsi. 3:25, az korrekt, az korrekt. Na, elindul a hétfő reggel, jó reggelt kívánunk mindenki. Sziasztok, jó reggel! Egy kis tapsocska. Zsepiér, persze, WC-be. Megpróbáltam ilyen kéztörlőt húzni, de nem találtam, úgyhogy vagy eltűnt, vagy nem volt benne. Hát valakinek megtetszett, biztos. Nem tudom. Nem, de most nagyon jó illat van most a budin, ilyen öblítő illat, vagy nagyon-nagyon jó. Akkor megyek. Most még. Megyek, átélem ezt a fantasztikus élményt, mert egyébként viszonylag ritkán tudjuk ezt. Így. Ritkán tudjuk ezt így érezni, azt aha, mondod? Igen, igen. Igen? Hát, valaki mindig siet reggel. Nem szereted ezt a vécét használni, és azért nem érzed azt, amit én. Én viszont szeretem, hogyha ha két lábbal a földön járhatok, és ezért folyamatosan képzem magam, illetve kiképzem magam. A fönt van egy nagyon jó három fülkés budin, normális, tiszta, jó, én inkább lépcsőzöm. Én kell lépcsőzöm. Ez nem is budi, hát ez egy ilyen szörnyű kis valami katlan, vagy nem tudom mi ez itt. Az alsó viszont közel van, ha baj van, akkor nagyon jó. Egy csempézett latrina. Igen, egy csempézett. Csempézett latrina. Na, hétvége volt, milyen volt, kinek milyen volt, meséljetek. Hát, srácok, nekem viszonylag eseménytelenül telt most a hétvégén, mert hogy ugye egyrészt szombaton rettenetes idő volt, tehát hogy gyakorlatilag sehova nem tudtunk menni, vasárnap meg gyakorlatilag reggeltől estig, még egyszer mondom, gyakorlatilag vagy bedobok egy százast. A gyerekkel kellett foglalkozni, mert iszonyatos mennyiségű tanulnivalójuk van. Ez már. A hetedik, ez egy rémálom. Hát most mit csináljuk? Hát még ne mikor? Tanuljon hétvégén. Francot! Na majd megmondom neki, hogy legközelebb majd azt üzenem. Hétfőn a Rákóczi Feri bácsi azt mondta, hogy nem kell tanulni a hétvégén. Köszönöm szépen a papír, soha köszönöm nem szépen fog a kérdéseket tanárnő. Nem írok dolgozatot, nem felelök. Rákóczi Feri bácsi azt mondta, hogy nem. Kapjon egyest, komoly. Én sose fogom azt csinálni, hogy egész hétvégén otthon. Most azt gondolom. Á, de ha nagy a tananyag, mit csinálsz? De miért? De ne csináljuk meg 13 éves. Kis irodalom, még megint leleckét matekból, még egy kis az, és aztán széterelik őket. 13 éves, bent van 8 órát naponta az iskolában. Ha 8 óra alatt nem tetszenek tudni megtanítani arra, amit akarnak. Ja, ki a hibás? A tanár. Nem, biztos nem a tanár. Nem, szegény hibás. Tanárok is, szegény tanárok is úgy vannak vele, hogy azért neki ki van adva a penzum, a irgalmatlan mennyiségű tananyagot kell átadniuk, mert hogy azért nekik is ez egy ilyen kötelező érvényű dolog, nem szabadon választott, és én nem is hibáztatom őket, mert ilyen a tananyag. Én se hibáztatom, akkor tananyag íróival van baj. 13 éves gyereket, azért gondoljuk már bele, hogy 8 órát benn van naponta, tehát annyit, mint egy normál átlag munkahelyen, és akkor még a hétvégén meg kell csinálni egy napig leckét. Nem áll gyerek. Hát. Ha játszod, éljen. De most nekünk is ilyen volt, hát nekünk is kellett otthon. Mikor tanultál te egész hétvégén otthon? Hát egész hétvégén nem, de napokat kellett. Hát mondjuk, ha volt egy fél éves nagy törid, vagy mit tudom én, egy matek, vagy egy irodalom, hát vagy verstanulás, hát azért azt mi is hazavittük. Meddig voltál bent az iskolában? Délig? Már nem délig, nem kettőig. Hát egyik, hát 6 óra, 7 órán volt gimiben. Na, 6-7 óra, jó, de hát az már gimi, az más, ő még általános iskolás a virág. Ott 5-6. Na, 6 órád volt maximum, és utána hazamentél, és akkor még oké, egy kicsit tanulgattál, de hát azért az, hogy ilyen hétvégén egész nap, és akkor egész vasárnap tanult a gyerek. Hát volt persze, nyilván volt benne egy kis pihenés is, meg este még tévénézés, mert már, vagy hívják, már kettős látása volt, meg már elkezdte kevergetni az évszámokat, meg a tananyagokat egymással. És a harmadik napon a pipettájával felmérte, hogy a törzsfejlődés még, tudod, már össze-vissza beszél, és akkor mondtuk, hogy akkor most pihenőt kapott. Persze, egy kis pihenő. Hát mindig azzal szoktam vigasztalni, ami nyilván nem vigaszt számára, hogy ugyanúgy az összes többi osztálytársának, meg több száz, meg több ezer, meg több tízezer kisdiáknak is ugyanezeket az anyagokat be kell bifláznia, és aztán vissza kell adnia. Én picit azt tényleg sokallom a mennyiséget, amit nekik így meg kell tanulniuk, és azt érzem sokszor, hogy nem is annyira tanulják, hanem tényleg csak magolják.
hogy aztán a következő számon kérésköd dolgozatok feleléskül, stb. Visszaadják, és aztán, aztán kimenjen a fejéből a francba, és egy újabb adagot be kelljen szednie. Ja. Nem tudom, nekem soknak tűnik. Tehát, ez ilyen. A történelemből meg ráadásul iszonyatosan sok név van, tehát hogy most ennyi idős korban azért főleg egy 13 éves kislány most, hogy Poroszország, Oroszország, meg hogy tehát egy ízjás, és akkor ott volt a piemonti béke, és akkor, akkor a harmadik napolón segítségével, igen, és akkor létrejött az új német nemzetállam első Vilmos. És még majd jön a 20. század, az a szép. Azt most nem tudom, meddig tanítják. Nem tudom én is, hogy meddig megy. Ugye, mert a mikorunkban még óvatosan meghúzták a vonalat, hogy nehogy belecsúszunk egy 56-ba, meg ilyenek, azt még mi nem tanultuk, azt hiszem, vagy már nem is emlékszem, hogy volt, de most biztos följebb vitték. Pont a hétvégén pakoltam, a anyámat haza kellett dobja, mert itt volt nálunk Maris, pakoltam a könyveimet, és a anyám még ilyen nagy gyűjtők voltak, lexikonokat találtam, képzeljétek el, ami ma már értelmezhetetlen, hogy az új magyar lexikont, ez volt a neve, 6 köteten keresztül gyönyörű, bőrkötéses, új magyar lexikon, és egy ilyen papír dobozba találtam meg, és pont ezen gondolkozom, amit te is mondasz, hogy erre soha nem lesz szükséged, hogy a poroszok és az oroszok és a dátumok, mert ma már beütöd a számítógébe, sücsücsücs, és ott van. És a mi korunkban meg elő, én még emlékszem, hogy én elővettem az új magyar lexikont, ha valami nem tudtam mit csinálni. Nem volt más forrás, nem volt azt más. Megnézted, azt jó van. Ma meg, hogy ez tök értelmetlen lett a könyv, már ezt idézőjelben mondom, mielőtt tetszenek háborogni, de hogy már nem fogod klasszikusan használni a dolgot. Egyszerűen praktikusabb az internet, hát főleg, hogyha mondjuk megkeresel egy ilyen szócikket, és a szócikken belül vannak ugye kiemelések. Rögtön látod összefüggésebe a dolgot, hogy látod, hogy ott van egy kiemelés, rákattintasz, az már mész a következő oldalra. Ja, mondjuk el is lehet lexikonnál... Ja, igen. Ugye? Valami érdekel, egy picit is érdekel valamilyen téma, rámész, és nem tudsz órákig lejönni az internetről, mert egyik oldalról kattintasz át. Hát igen, ma már nem a lexikális tudás kell, tökre átalakult, ma azt kell tudnod, hol keresd, és elég tudod, hogy hol keresd, nem kell tudnod fejből mindent. Régen mindennek ott kellett lenni a fejedben. Ma már ez tök máshogy van. Milyen volt a Star Wars Star tegnap, aki belenézett? Jó volt? Nem, basszus, nem? Ez kimaradt, pedig érdekelt. Én pillanatra oda kapcsoltam, és valami nagyon pufi előadó esett képen, de nem konkrétan nem ismertem föl, hogy ki az előadó. Tehát ki az eredeti, nem tudtam rájönni, és már senki nem mondta. Kitalakított. Nem tudom, már végén a Tila köszönt el tőle. És kiesett, és baromi nagy darab volt. Nem tudom, hogy nő volt, vagy férfi, de annyira rögtem a jelmezen, vagy a maszkon. Nagy darab, mert a... Meg a csonkát láttam egy pillanatra Balázs Paliként, hát de ő szép volt. Sírtam rajta. De mondom csak a végét kaptam el, gyorsan átlapoztam este, hogy mi van. Egy nagy darab pali vagy nő búcsúztatott a Tila éppen. Hogy csíkos ruhában volt? Nem emlékszem. Arra sem. Azt sem tudom, hogy milyen ruhában mert volt. Mert a bergendi. Lehetett, Bergendi Pista. Lehet. Ilyes, már akit megformáltam. Lehet a Lajcs. Én nem tudom, ki volt. Aha. Nem tudom, ki volt. Csak kiesett, azt akkor jutott eszembe, hogy hát ma van. Szóval én belenéztem a Fridinek a műsorába, de abban már aludtam. Tóth Gabi volt nálam. Tóth Gabi volt. Én pont az utolsó. Azt láttam, hogy viszontlátásra. Na akkor te ott jöttél, ahol én már ilyen csendesen szúnyogkáltam, pedig bírom a Fridinek a műsorát, ha olyan az alany. De hát ez ilyen alanyfüggő, hogy érdekel, megnézett, hanem nem én a Gabit nagyon kedvelem, csak nem, annyira nem éreztem, hogy egy órát végig kéne néznem, de tegnap este is szörfölgettem, úgyhogy aztán semmit sem láttam. TV-szörf. Egy kis TV-szörf, így van, menj ki, jegyzeteltem a sorozatot. És mi van, énekeltél egész hétvégén? Én nem tudom, miért van ilyen hangom. Volt egy kicsit elengedted magad? Az éjszakában, nem tudom, miért van ilyen hangom. Nekem most már reggel mindig ilyen. Hello. Mondjuk el, hogy nem rossz. Igen, Ferinek tisztul, neked pedig érdesedik. Tehát, hogy rám megy át a Nikodin. Na mi van tényleg? Semmi? Figyelj, pénteken buliban voltunk a srácokkal és nejeinkkel. Elmentünk, de külön asztalnál ültünk rendesen, én ezt nagyon ahogy támogatom. Kell. Gyerekek, ez annyira jó, hogy ott van a lányos asztal, fiús asztal, néha átszólsz, hogy valami kell, vagy valami... Édesem, üres a poharam. Töltsél még egyet, és akkor tudod te az élet nagy dolgait beszéled, a csajok csevegnek, amiről kell, könnyed cuki felségről és egyebekről. Tehát ez nagyon jó volt. A lényeg az, hogy egy kicsit izgultam, így péntek délután még mondtam, és a békának, mondom, béka, én nem tudom, én vagy nem, oda megyek, azt akkor nem iszom, de hát az már tényleg a legalja.
akkor verjetek agyon egy izével egy akkor minek élsz? Furkós bottal, akkor itt már nincs tovább. Vagy mondom, nem tudom mi lesz, de hát mindegy, ez lesz a vízválasztó, és elmentünk pénteken. Hát ugye értelemszerűen oda bent nem tudsz dohányozni, de kiültünk a ilyen teraszra, és ott dohányoztak mellettem. Figyelj, és nem öltem meg senkit, nem kértem egy slukkot sem. Semmi? Semmi. Semmi. Úgyhogy lesz ebből kopír, nyóság. Ajjajajajajaj. Szorul a hurak. Reszkes. Szorul a hurak. Oda bent kérdezted, hogy lesz, januárban lesz a dolgod? Még nem előtt. Tudom, még nem tudták megmondani. Remélem, hogy akkor annyira kegyes lesz. Úgyhogy egy hete vagyok szűz, most már, ami ugye egy fura dolog, hogy visszaáll az ember szűzessége, de igen, igen, ilyenkor reggel szívtuk el, ugye, de hát az csak két sluk volt, az nem számít. Reggel, igen. Úgyhogy egy hete megy a dolog, a béka szerint elköltözhetnék egy hónapra még, én nem érzem, hogy ideges lennék, és más lennék, de hát nyilván semmi, semmit nem is érzem. Semmi, és így nincs az, hogy a tegnap koncerteztünk ott a zenekarral is, mindig ugye előtte el szoktunk szívni, volt régen egy cigit, ezek dohányoztak a fiúk, én ott álltam mellettük, és úgy nem akartam rágyújtani. Aha. Lehet, hogy megőrültem. Valószínű, ez lehet. Valami bajom. Igen, az arcod még nem látszik, bár a tekintetet kicsi zavaros, de... Majd kitisztul az is. És így vagyunk. Ez nagyon jó. Na, meg még egy dologról mindenképpen akartam beszélni, mert erről Balázs nem fog beszélni, fura módon ő nem szokta nagyon reklámozni a saját műsorait, de pénteken voltam, igen, hogy hívják. voltam forgatni, tudja. Ugye a Menjetek át pénteken valahova című műsorról van szó. Ja, nem, hogy gyertek át szombates. Igen. És hát meghívott a műsorába vendégként, két alkalommal is benne leszek az adásban, és hát rohadt jól érezte magam. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy tényleg jó volt. Tehát azon kevés műsorok közé tartozik, és most nem a puncsolás része, majd aki megnézi, az úgy is meglátja, hogy egyszerűen jó volt ott lenni. Tehát, hogy így jó volt a társaság, rengeteg poén volt, tök otthonos volt az egész stúdió, tehát, hogy így ilyen kellemes volt, nem feszélyes. Jó volt a házigazda. Ja, hangulatfelelős mindig a házigazdát. Igaz, természetesen. Úgyhogy ámlok úgy rendben volt az egész. Mit kell csinálni ebben a műsorban? Dúcsisztok, hát vetél, van az vetél, a jó benne, is, az a jó benne, hogy ez a műsor ez belülről is olyan, mint amit ígér kívülről. Tehát, hogy ez egy házi buli. Aha. Gyakorlatilag. Hát voltak egyen-ketten a műsor vendégei közül, akik meg is élték ezt a házi buli hangulatot egy üveg felbontásával és elfogyasztásával, amiről aztán később természetesen kiderült, hogy jaj, én azt már hónapokkal ezelőtt kaptam, onnan tudod, hogy mennyi volt benne, csak az alján volt egy kicsi. Azt láttuk, hogy az alján maradt egy kicsi, de hogy nem tudjuk, hogy eredetileg mennyi volt benne, de hogy úgy bekarmolt a kedves vendégek. Mondom, nem én természetesen, én azért csinyembálok a piával, de hogy azért amiben szóval fúrtam, hogy annyira benyomtak, hogy az valami elképesztő. Kicsit túltolták. Igen, kicsit túltolták az alkon. Igen, amikor már fetrengtek a szőnyegen mind a ketten, akkor már érezte az ember, hogy igaz, lehetett volna kevesebb is az a több. Úgyhogy jó volt, nagyon jól éreztem benne magam, tényleg rendben volt. Jó, két adásban is leszel, ha minden igaz. Ezt keveseknek jó adatik, meg és hallod. Utána meg jönnek a perek. És utána jönnek a polgári peres. Egyébként de tudod, miből kéne műsort csinálni, amikor te megiszol egy felest. Tehát azt képzeld el, hogy most ezen a felvételen a Jani egy felest betol. Nem tudom, megvannak-e a pillanatok, amikor így is kemény így volt? Így is jó volt, igen. Egy hétvégét gondolkodtam rá, és egyik a másik után jutott eszembe, hogy az nem volt. Voltak sok áldozatok, tehát volt Istenes Bence, Sobert Norvé, tehát azért itt volt. De Norbinyo nagyon kiválóan bírta a dolgot, pedig szerintem. Az nem. Annyira. Nem kapott keveset. Egy mosolyos céltábla a csávó. Tehát, hogy így végig vigyorogta az egészet, iszonyatos sokat röhögött. Úgy, hogy szerintem igen. Aha. Mert ugye szerintem azt szokott nagyon lenni még, hogy jókat nevetsz, és közben nem érzed, hogy ez rólad szól. Értette. Aha. Értette. Abszolút értette. De jó, tényleg. Tényleg jó volt. De nem a morcoskodó, hogy perelni fogok, megsértődő, kivonulok a stúdióból típus egyáltalán. Az kellemes csalódás lesz volt. Perelni mindig később szokott. Ja, igen, amikor majd elmagyarázni, hogy mi is volt abban a poén. Igen, mikor lemegy adásban, Norbi, utána. Te tudod, hogy miért röhögtél? De tudta. Úgyhogy jó volt, nagyon jó. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Persze, viszem a számlát. Számlát leadni, többé nem számít. Ez a nem figyelj, én csak azt mondtam, hogy kérdezik, hogy mely. Mondtam, hogy annyi ereg, amennyit Aljósnak adtok. És csodálkoztál, hogy tényleg ennyit kap? Ennyire, ne. Arról tényleg.
Na jó, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztatok pénteken, mert én nem voltam, felhívtátok Bodzolit? Kérlek szépen, hát kígyó ügyben meg kellett szólítsuk, fő volt háborodva, hogy miért nem az ő Sameszát hívjuk, ugye, és egyáltalán miért merjük őt zavarni ebben a kígyó ügyben, de nagyon jókat mondott, annyira, hogy az egyik bulvárlap meg is írta ugyanezt, amit mi pénteken kérdeztünk, de ennek mi nagyon örülünk, szívesen adjuk, nem vagyunk témaírigyek, ahogy te szoktad mondani, úgyhogy szívesen adjuk ezt a dolgot. Makláron tűnt föl a nagy kelgyó, és ugye azt mondta az Oli szegény, hogy hát az az érdekes benne, hogy mindenki fotózott, és mindenki felrakta a Facebookra, csak senki nem szólt a szervnek, hogy gyerekek, volt egy kígyó. Volt egy óriás kígyó, felraktam, akkor már meg is van minden, igen. Azt hagyd menjen. Azt elcsúszott. Meg a beszélgetésből egyébként az is kiderült, hogy most egy nagy szerelemnek, egy nagy kapcsolatnak úgy tűnik, hogy vége lesz. Bizony. Szakítanak a Szilágyival, picit a széggel, mert a Szilágy úgy tűnik, mint hogy a Szilágyi egy kicsit megpróbálná tromfosztani a Zolit. Igen, már ő nyilatkozik, mindenre ő megy befogni, és mindenre rá most már ő szedi össze az aligátor teknősöket a Rákospatak partjáról, nem a Zoli. Mire a Zoli kér, ott már nincs semmi. Na, meghallgatjuk akkor, hogy mi történt pénteken. Jó, közben mondom, hogy aki játszana velünk és megnyitná az új hetet, az nyugodtan írjon nekünk, jelentkezzetek játékra. Az SMS számot mindenki tudja. Mert az ismétlés után mi elmegyünk hírezni. Nézzük még gyorsan előtte, mit ír a hallgatóink. Azt mondja, hogy Bansi harmadik évad kipipálva a hétvégén király volt. Láttam az ismétlés hajnalban a tévében, nagyon jó volt. Edzeni voltam, pont jó volt utána. Ez milyen ismétlés, vagy minek az ismétlés? Valami ismétlést látott. Azt mondja, hogy Ferikém a fröccsről lenne szokja már a végén, Csicsika küldte nekünk. Aztán iszonyú büszke vagyok rád, Feri. Janza Kata volt, aha, és Bergendi volt. Na, mondtam én, hogy egy férfi, aki nő. Egy férfi volt, akit én már nem tudtam megállapítani, egy perc alatt elköszöntek, akkor az a Janza Kata volt. Szóval ő esett ki először a maszkja alapján, nagyon, nagyon tetszett, hogy mit csinált, hogy mit énekelt, azt nem. Azt nem tudom. Srácok, ma van a világ vége. Ha mire hazérek ma, és após megitta a söröm, akkor meg is rendezem. Oh. Ellesz Pisti küldte nekünk. Ma van a világ vége? Azt tudom, hogy valami vérhold volt, meg aranyhold, meg nem tudom. 50.000 kilométerre közelebb volt a hold, ráadásul holdfogyatkozás is volt, tehát valami extra brutál égi jelenség. Igen, amiből nem látunk semmit. Miért nem szólnak ilyenkor előre? Mondták sok helyen. Igen. Én reggel belőtt vesz a kis applikációt, ami nálunk is van, hogy nem, megnéztem az égen, hogy hol a fenébe kellene látnom egyébként a holdat, de brutál felelős volt. Kb. ennyi. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jönnek a hírek, közben jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk vissza nem sokára. Tíz perc múlva, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hát a hangom még mindig nem az igazi, de már kicsit javul. Izgalmas. Dögös. Igen. Én, ha csaj lennék a másik oldalon, mondj valamit. Hello. Az anyád. Hogy te elnézést, hogy ezt mondani. Hello, baby. Atya úr is. Olyan vagyok, mint egy Trabant. Én imádom. Föl kicsit fölhangosítanám, most ott van a konyhában. Nincs. Nem is lesz. Akkor úsz fel valami, ha megházol. Igen, akkor szóljál, apkának adjon rád valami. Jaj, csak apa még föl ne ébredjen. Igen, picit be van. Be van ez most így az irányba. És miért 6 decibellel hangosabb, vagy nem erőködnöm képben, és én nem tudom hány ízében maga alacsonyabb lesz, nem tudom miért. Miért van ez? Fáradt. Nem tudom, igen? De ahol mély nyomó is van az autóban, ahol komolyan mély nyomó van az autóban, ott most van baj. Ott most tekerik lefele. Valamit állítgatik el. Na... Senki nem látta ezt a holdas sztorit? Hát nem lehetett nem látni. Annyi felhő volt az égen, hogy 20-25 évente valami olyan, ezt most meg hát jó, benyaltuk, felhő volt. Majd 2030 után valamikor. Majd a következőt megnézzük. Szuperhold. Közel is, fogyatkozik is. Minden volt egyszerre. Uh-huh. Biztos szép volt egyébként. Egyetlen fényforrás láttam, az a sarki lámpa. Minden. A szuperhold, ami fogyatkozik. Hát ezért ez tényleg... a legritka. És még vérhold is. Vérhold nem volt. Na, nézzük meg, hogy kivel játszunk, ki a játékosunk. Azt mondja, hogy igen, már itt is van. Ugye nem ezt a gombot kell megnyom. Mit szoktam ilyenkor nyomni? Ja, ezt valami. Nem, vagy nyom még valamit, hát ha lesz belőle valamit. Hát ha eltalálom. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ.
Na, most az elején lemaradt. Halló, jó reggel. Halló. Halló, sziasztok. Halló, szia. Jó reggelt. Ciao. Hogy hívna? Salmon József vagyok, Hentséből. Józsi, hello, Hentsről. Mi újság, hogy telt a hétvégéd? Hát egy kicsit borúsan az idő miatt, de hát azért elütöttük a családdal az időt. Na, az jó. Az jó, hát ott sem volt túlságosan jó. Nem, esett a szinte egész hétvégén. Egész hétvégén. Kivel szeretné játszani? A Ferivel. A legyeként, de jó. Ennyi is lehetett a Feri. Jó is, az jó játékos vagy? Hát, három éve hallgatok titeket, minden reggel próbálok így magamba veletek játszani. Hát, többnyire. Hát valamikor sikerül, valamikor nem változó. Hát kiderül. Menő. Azt írtad, hogy gyávák vagyunk, és hogy mindig gyengéket hívunk, és... Igen. Jó, hát ez akkor most kiderül. Okay. Mi visszahívjuk azt is, aki arcoskodik, azzal sincs baj. Mehetünk? Okay. Igen. Jani? Tú van feje. Te tényleg fafaragó vagy? Többnyire. Az mit jelent? Hát azt... Valamikor más csinálsz? Hát valamikor más csinálok, de többnyire fát faragom, igen. Ott a vég. Más. És még ki se tértünk az ibrikre, meg a gamóra, hogy mikor faragsz nekünk egy szép gamót. Igen. Nagyon régóta vágyunk már rám. Ugye? Egy szép gamóra. Igen, már van gamó, még nincs. Hát én meg arra, hogy játszhatsak veletek, most itt volt a lehetőség, de hát se vagy, majd legközelebb. Hát igen. Úgyhogy nem adom fel, próbálkozok még a jövőben még. Meddig bírta? Hát legalább 15 másodperc. 15 másodpercig. Jól van, legközelebb akkor folytatjuk. Apró, jó? Kis srácok, köszönöm, hogy beszéltem veletek, és nagyon jók vagytok. Hát köszönjük, Józsi, is te köszönjük. Is jó vagy. Sokat nem maragásban. Tudtunk meg rólad, de minden esetre köszi a játékot. Legközelebb elmondok mindent, jó? Megígérem. Jó. Minden. Köszönöm szépen. Szia. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, jó kezdetik a hét. Ennyi. Nekünk. Ennyi, a múlt hetet elbuktuk végül, ugye? 3-2 lett. 3-2? 3-2. Pénteken is? Még volt egy vereségünk? Igen, elengedtük egy picit a múlt hetet, de hát kell, még a fölhozó szakaszban vannak a hallgatók. Igen, de most jönnek, most egymás után két hetet is elvesztettünk. Már nincs mit fölhozni az évben, csak mondom, hogy az már a miénk. Nem miénk? Ha az összeset elbukjuk, akkor is. Akkor is megvagyunk? Persze, már nagyon szépen megvagyunk, de hát azért most összekapták magukat, úgyhogy egy-egy nyert héttel szépítenek. Ez tök jó egyébként. Picit olyan, mintha már szeptemberben megvettük volna a karácsony ajándékot. Lassan, gyerekek. Amit aztán majd valaki a fa alatt összetör. Hetek kérdése, és itt van a kellemes ünnepek táblát. Tehát nagyon szürreális, és hamarabb fog jönni, mint gondoljuk. A héten október van. Jézus Isten, tényleg. Szerintem egy hét, két hét, és valahol először megjelenik a kellemes ünnepeket tábla, az biztos. Ki kéne élni egy ilyen versenyt, hogy aki észreveszi, és először elküldi nekünk, az kap egy ajándékcsomagot bárhol. De tényleg, tehát, hogy aki először lefog, hogy melyik üzletlánc rakja ki először. Jó. Kezd el nyomasztani, hogy jön a karácsony, vásárolj. Nem? Hogy mikor? Szeptember vége? Október? Mi a legkorábbi időpont? Október szerintem már biztos, hogy lesz, meg akkor már lesz. De is simán van 15 fok október, meg kirakják októberben. Kellemes ünnepekre még gondolok 20-at. Atya Isten. De beszéltünk havasi koncert, aréna, meg mit tudom én, ugye? Aztán kezdve kiderült, hogy... Jó pofi, de jó pofa, de aztán már mindjárt december tényleg. Pillanatok alatt megjön a tél, igen. Na jó, van 4 perc, pontosan 7 óra. Jó, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek nyugodtan, mert egyelőre kevés van. Jött egy SMS, hogy most érdemes a Holtra nézni, M1 Mosonmagyaróvárig jól járható. Darus Ati küldte nekünk 6:53-kor. Akkor még zajlik ez a kis jelenség? Én ma reggel láttam különleges jelenséget, Gyoma Endrődön sarki fényt, mert az utcában most csak a sarkon égett a közvilágítás. Köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi van? Ez mi? Ezt én nyertem. Te már fotóztál ilyet? Igen. Mikulásos kirakatot. Ez tavalyi. Nem, hol? Ott van, láthatod. Hol? Jó reggelt, ott van rajta, nem akarom. De egy multina, egy bútoráruházba. Atya Isten, megjöttek a mikulások. Ez így van. Megjöttek ez a mikulások. Ez múlt hét eleje. Atya Isten. Nem hittem a szememnek, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt meg kell örökíteni. Ezt te nyerted. Azt hittem, egy időalagútba kerültem, amikor bementem. Azért a szeptember egy picit erős. Azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el. Ez picit erős. Csoki mikulások, vagy ez dekor? Ez dekor. Dekor volt. Hát kérdezik. Hát nézd oda. Mindjárt itt a mikulások. Jó, csak kérdeztem. Készülni kell. De 24-e volt, tehát csak szeptember. Hát
Hát nézz oda. Három hónap, az így elmegy. Hát az. De furán nézel ki, Anna, így korbáccsal és bőrtangával. Kicsit tovább lapozod a képeket. Na jó, van, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy őrületes pitbull után. Gyönyörű volt. Egy jó fantasztikus volt. Egy jó pitbull az. Az jól indítja a hetet. Nem? Ja, ez egy pitbull nélkül. Az igen. Semmi a hét, de egy jó pitbullnal. Azonnal elindul. Már más. Jó, egyébként. Jó. Régi rész, Mark Anton is featuringes dalocska volt. Engem már az új Avancs is bepörgetett korán reggel. Alig bírtam visszafogni, te még nem voltál itt. Volt egy Avancsi? Volt. Nem csoda, hogy nem emlékszel rá. Avancsi korra reggel? Nem tudom. Azt nem emlékszem, nem hallgattam. Nem még hallok. Valamikor annyira elgondolkodom reggel, hogy nem kapcsolok egyáltalán rádiót, mert hogy még a zajok is zavarnak. Általában rádiózom reggel, mikor jövök be, de most így valahogy teljesen néma. Saját magad hatása alá kerültél ma is. Az mit jelent? Hát, hogy nem kellett semmi más, csak te voltál, és ja. Te. Hát, én lettem volna, ha megtalálom magamat reggel, de nem voltam, csak így nagyon. Nagyon gondolkodtam, valamikor nem kapcsolok rádiót egyébként. Nézzük a közlekedési híreket, mit érek a hallgatók. M1-M7-es bevezető szakasza teljesen beállt, a budaörsi praktikerig áll a sor. Ezeket még mindig nincs vége az őrületnek. Azt még csinálgatják egy darabig. Állnak az autók az M0-áson a Megyeri híd felől az M3-as felé, hosszú a sor, Pepe küldte nekünk. PC-en a Pesti úton ellenőriznek a rendőrök. Ezt is SMS-ben kaptuk. Szigethalomtól a 0-ás felé útlezárás, terelés, halászterek feléig a dugó, szélvédős Imi üzente nekünk. Azt hiszem, hogy valami budakeszi is szokásos módon járhatatlan, dugó. Hát csak a szokásos. Balázs, hallottál róla, hogy ma valami óriási bejelentése készül a NASA? Igen. Kérdezi valaki, hallottam róla? Hallott róla. Köszönöm szépen, hogy ezt így megválaszolod. Természetesen hallottam róla hétvégén, és tényleg lesz egy nagy bejelentés a NASA-tól. Olyanok, mint az eddig. Nem. Állítólag ez most nagyon komoly Marssal kapcsolatos olyan bejelentés, ami adott esetben. Amire várnak már nagyon régóta. 150. ilyen komoly sajtótájékoztatón vagyok túl a NASA-val kapcsolatban, és olyan érdektelen dolgokat mondanak. Talált mindig, valamit a szonda. 4 millió évvel ezelőtt fosszilis a maradványokat. Hát az nagyon fontos. 4 milliárd évvel ezelőtt kihalt a fosszilis alga maradványokat találtak egy kövön, ami lehet ez is, de az is, de ez most már az életjele, de biztos, de nem. Köszönjük szépen. És most mindenki egyen pogácsát. Tehát ugye helyek hűrök. Találtak egy szuperbaktériumot. Nem. Ami a vízre utal, mert ha a vízben volt a baktérium, és az kimászott ki. Találtak egy vízmosást, ami bizonyos szögből olyan, mint hogyha GF Kennedy lenne. Igen, tehát hogy tudod, mit vársz a NASA-tól? Hát azt várod, hogy mondják-e, hogy nem vagyunk egyedül. Fogtunk valamilyen jelet. Soha nem fogunk. Vagy kicsi manók rohangáltak a Marson. Vagy van élet a Marson, de azt is olyan évformában mondja el, ami hétköznapi ember számára érthető. Nem mondja azt, hogy. Tehát, hogy volt egy ilyen. 4 milliárd ezer évvel ezelőtt olyan kőlenyomatot egy folyómederben egy olyan tényleg harcsa bajusznak kinéző brutális alga maradvány, amiből mi azt gondoljuk, hogy. És járnak az újságírók, hogy Jézusom, tudod, és az összes NASA tudós lázban van, és mit tudom, örül. De ez csak nekik jelent valamit. Tehát nekünk ez még mindig semmit nem jelent. Hát biztos, hogy megint az van, hogy a reggeteg újságíró telefonáltad, hogy figyelj, Frank, de most tényleg találtatok valamit, mert nekem azért más dolgom is van. Érted, hogy a reggeteg is el kell hozni az oldalba, le kell adnom még egy cikket. Érted, mi? Figyelj, de most én elmegyek, de ha még egyszer átkúrod a fejemet. Igen, elmegyek, de tényleg mondjatok most már valamit a rohadt illetve. Na mire, úgyhogy megnézem, lehet élőben is nézni szerintem, úgyhogy rákeresek majd, és akkor beszámolok róla. Talált valamit a szonda, hidd el. Hogy valami volt. Melyik szonda? Hát valamelyik nyugdíjazott NASA igazgatónak a vérében talált valamit a szonda. Az lehet. Most ezt a Ridley Scott filmet, ezt nagyon várom. Az a cím a könyvnek, hogy a Marsi, de nem azt a címet adták neki, hanem a Mentő Expedíció. Miért Palik László tiltakozott? Igen, Palik László főszereplő. Az a címe a Matt Damon-os
mentő expedíció. Amit részben itt forgattak Magyarországon. A belső jeleneteket azokat így csinálták, igen, a sivatagos jeleneteket nem, és ez az Andy Weir a Marsi című könyvéből született, amit most fejeztem, mert nem olyan. Ezt mondtad, hogy egyedül van a csávó, és meg kell oldjon. Egyedül van a csávó, 10 napig van élelme, és azt mondják, hogy nem sok, már csak 4000 nap, és mit a jövünk vissza, tehát hogy 5 év. Tökélet. 5 év múlva jön a következő mentő expedíció, mert véletlenül ott hagyják. Aha, most, és azt hiszik, hogy meghal. És azt mondják, hogy akkor addig bírt ki, jön a segítség, csak 250 millió kilométerről indul. És hát mire felszerelik az űrhajót, meg földkörüli pályára állítják, nem tudom, az kb. X év, és akkor a NASA hogy menti meg az embert. Nem tudom, mi a vége, nem lövöm. Tök jó. Ez kedves tőle. Nem, azért ezt nem akarom előni. Én nagyon koncentrálom, hogy elszóljam magam, csak kíváncsiak, hogy most végre egy olyan könyv, amit olvastam, és meg tudom nézni, hogy hogy csinálta belőle filmet. Én tudom, hogy itt az izgalmi faktor, hogy a végén így nagyon-nagyon lenyomná meg egyáltalán, így nem biztos, hogy annyira boldogok lennének a mozinézők. Mondjam el! De mi lenne az lenne a vége, hogy egyszerűen nem sikerül, meghal, kész, 10 napon elfogy az élelem, meghal, érted? És akkor így meg építik, nem, ugye az tehát, hogy építik, összerakják, iszonyú izgalmat a végén, aztán az következik, aminek egyébként következnie kell, meg ami következik is valószínűleg minden ilyen esetben, hogy szép elfogy az élelem, ő meg éhen pusztul. Ahogy látom, Balázs arcán sikerült. Tehát nem mondok semmit. Én nem mondok semmit, én tudom, mi a vége, hát ha belenyúltak. 10 napig volt élelme, és 11 nap kellett hozzá, hogy odaérjen. Nem, az nyit rámutatok, hogy 10 napnál tovább bírja. Tehát elkezd gondolkodni, és elkezdi racionálisan megoldani a dolgot. Egyébként teljesen reálisan van leírva a könyvem, hogy, tehát az tényleg jó. Elkezd magának krumplit termelni, betrágyázza az oxigén sátorot, tehát ügyesen csinálja, kinő a kis krumplit. A trágyázás része engem kifejezetten izgat. Hát nála van. Szerves trágyával. És öntöző rendszer, a párát lecsapoltatja, a párából csinál öntözést, vizet. Menő, na most ha a 11. napra kinő a krumpli, akkor kérném. Hát az mondjuk 50 napra elég, a levegője csak 10 napra, de hogy csinál levegőt, és akkor erről szól. Tehát hatal a jó kis filmek. Jó kis filmnek tűnik. Tehát gyakorlatilag egy ilyen hol játszik? A Marson játszódik? Nem, a Szaturnuszon. Ja, a Szaturnuszi, ez a cím? A Marsi a címe. De lehet, hogy ez is terülés. A Holdon. De miért? A Marsi Aliko is a Földön. A napon. Figyelj. Benne a napban. Ez jó, ez jó. Tehát akkor gyakorlatilag egy ilyen túlélő történet az egész. Ez jó. Igen. Mint a szám kivetett, csak a Marson játszódik, nem? Igen. Mars kivetett, ja. Jó, én tippelem, igen, Mars követett, én tippelem ki. Szóval, hogy szerintem azt lesz, hogy víz nyomaira bukkantunk. Na most ez nekünk földi halandóknak tulajdonképpen semmit nem jelent. Egyelőre. Csak hogy egyszer valamikor látjál ezt a víznyomot, ezt már mondták. Sok víz. Nagyon sok vizet találtak. Aha. A nyomait, nem a vizet, már nem találták meg, csak a nyomait. Nem biztos, mert lehet, hogy az volt az utolsó információ, amely azt mondták, hogy blúgy. Nem foglalkoztat benneteket ez a Lajcsi ügy? Engem annyira, ja, Lajcsi, az engem annyira foglalkoztat ez az ügy, hogy ez mi történhet a háttérben, és milyen összeesküvés elméletek vannak, és az ember mit olvas. Hát azért ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Bevihette magával a trombitáját? Ez kevésbé érdekelt. De biztos. Engem az ilyen Én nem tudom, hogy te a szíved szerint van-e kedve trombitálni. Ahhoz egy hangulat kell, azt szerintem nem a börtön. Hát a takarodót maximum esténként ő fújhatná el. Ha már mitől megvan a jogerős ítélet, és inkább 5 év. Véletlenül se nevetni akarok ezen az egészen, meg amíg nem tudjuk, hogy mi történne, csak hogy azért nagyon kemény maga ez az ügy. Nem? Hogy valakit vezető száron hoznak, mert lopja az áramot. Tehát nem egy megszokott dolog. Az se, hogy egy közszereplőjét csináljon, szerintem ez egy bűnületes hiba, vagy én nem is tudom ezt, hogy merült föl, vagy erre nem gondol az ember, hogy előbb-utóbb azért ez basszus csak kiderül, hogy oda valaki jön. De hogy elviszik őt is, meg a feleségét is, és még egy embert, és mindenki benn van, mert lopod az áramot, hát azért ez így szokott azért ez így lenni. Anyamevarrása az egy nagyon fura dolog. Tehát főleg úgy, hogy ugye most kiderült, hogy nagyon beteg, most már állítólag, hogy igen, végén vannak csatolt dokumentumok is ehhez, és még így se engedik haza. Tekintettel a gyerekekre, lehetett volna őt otthon hagyni, békén hagyni. Ha valaki lopja az áramot, nem úgy vagy, akkor oké, lehallgatják, lopja az áramot, 30 millió, 50 millió függ az összegtől is, persze. De hát azért ilyenkor megvizsgálják a mérőre, nyilván már gyűjtetek ellene bizonyítékot, de megpróbálod visszafizetni, kijön a szolgáltató, levesz ezt, azt, megnézi, ennyi az összeg kifizetett. Persze, hát nem lehet minden ellopott összeget visszaadni, mert akkor senki nem lenne börtönben.
De azért ez így nagyon fura, hogy lopod az áramot és elvisznek. Hát ennél bonyolultabb az ügy, mint hogy lopod az áramot. Hát ami nagy vesztegetés csalás, is vesztegetés is volt benne, igen. Hát a bíróság állítólag azért határozta ezt meg, ugye, hogy nem, tehát hogy be kell vonulnia, mert hogy ez most már annyira bonyolult az ügy, és újabb megvesztegetés. Hát de hogy van ez? Hogy én oda költözöm egy lakóparkba, és azt mondják nekem, hogy neked mindegy, mennyi áramot használsz, 4000 lesz. Igen, hát szerintem igen. De hát ez nekem hogy nem tűrik föl? Vagy, hát tehát, örülsz neki. Vagy azt mondták, hogy majd van egy 80 ezer forint adoda, és ebben neked mindened benne van, gáz, víz, villany, stb., plusz közös költség, takarítás, adjál ennyit, általányba fizest. Nem látsz egy sárga csekket, nem látsz fogyasztást, nem látod a saját órádat, nem látod a hőmennyiségmérődet, vagy a... Hát azért de csak kíváncsi nem vagy rá, semmit, hogy pontosan vagy, mennyi. Hát vagy nyilván azt mondod, hogy örülök neki, ebből kijövök, ő ennyit igen. kér, ha túllépem, gyerekek, három hónapja nem léptem pül, pedig szétfűtöm a házat, lakást, megy a villany, tehát hogy van az? És akkor ő hozzájött oda a összeg megállapítva, ez a közös költség, amit neked be kell fizetni, hogy ne fájjon. Érted? Tehát úgy volt, hogyha belegondolsz, hogy van egy 60 négyzetméteres lakásom, hát annak ennyi lenne a fűtése, villany, akármi összeadott az egészet, meg még a takarítás, közös költség, ó gyerekek, hát tök jó járok. És akkor te odaadsz egy általányt, és nem látsz soha csekket, nem látod, hogy mennyi a vized, a villanyod, a gázod, vagy nem tudom, hanem hogy ez csak befizeted általányban? Igen. Mondjuk az fura, hogy ők jelzik folyamatosan felét, hogy egyébként mennyi lenne, meg hogy mennyit kell fizetned, te meg soha nem látsz egyetlen órát, nem vagy rá kíváncsi. Na most mi van akkor, ha te látod a gázod, a villanyórádat, de lassan mozog, szólsz? Lassan mozog. Nem, megvan mágnesezve, relézve, nem tudom. És ott laksz valahol, mondjuk, és neked mit tudom, mert fizetned kérni, hogy 15 ezer villanyszámlát, de csak 2500-ról jön. Hogy te kiabálsz, hogy ez kevés? Szóval, hát egyébként? Meg azért csak nem vagy vak, meg süket, hát látod, hogy hát mi megy a világban körülötted, tehát hogy szóval mennyibe kerül egyébként. Hát nem te csináltad, valaki csinálta. Most ez egy elméleti hát kérdés, csak egy elméleti kérdés. Azért érdekelne, hogy miért fizet ki ilyen alacsony rezsit minden hónapban, amikor tudom nagyon, hogy ennyibe kerül egy kilowattóra, meg ennyibe kerül egy köbméter víz. Elkezdenél te nyomozni, érted? Vagy szólnál? Nem tudod, hogy megvan-e buherálva, csak azt tudod, hogy kevés. Lassabban megy, és mit tudom, 3-4 ezer forintos közműszámláid vannak, miközben reálisan valószínű, hogy azért több villanyt fogyasztasz. Ez ember úgy lehet, hogy az... Igen? Én rákérdeznék. Tehát elviekben azért minden egyes lakásnak, minden egyes apartmannak, nem tudom, hogy itt ez milyen jellegűek ezek a pecók, hogy mindegyiknek kellene lennie önálló, független mérőórájának. Víz is, villany is, gáz is. Uh-huh. Tehát ez nem úgy nézett ki, hogy akkor volt egy szoba, és akkor ott volt minden egyes mérő minden lakásnak. Mindegyiknek van külön-külön. Most miért nem mondhatta azt ennek az üzemeltetője, ennek a izének, hogy jó napot kívánok, így van, valóban itt a mérőóra, ennyit fogyasztottak, de mivel mi egy nagyon nagy lakóközösség vagyunk, egy különleges megállapodásunk van az elművel, meg a mindenkivel, és 50% kedvezménnyel tudjuk venni az áramot, mi ezt elintéztük önöknek ebben a szuper lakóparkban. Hát már nincs, már innentől kezdve gyanús? Nem. Nem, hát megegyeztek. Nem, hát aki ott ennyi. Lakott, hát és ő odaadta az átalányt, hát az nyilván nem. Igen, nem ő a hibás ebben. Nem, hát semmiképpen nem őket akarom meg. Hát ez a kérdés persze nem is arra vonatkozott, hogy nem lehet azt hibáztatni. Csak nem fura ez az egész valahogy, hogy házkutatást tartanak nála. Meg azt meg nem, vagy lefoglalnak számítógépet, és vagy lopod, és ott a bizonyíték, vagy nem lopod. Tehát biztos, kell azért, hogy itt valamilyen más ügy is legyen, amit a Lajcs is mondta, hogy valakinek a tyúk szemére kellett, hogy lépjen, vagy valami, nem tudom, üzleti érdekek megsértése, vagy ellenségeskedés, nem tudom, de hát azért ezt így ritkán hallott, hogy valakit vezetőszáron bilincsben a feleségével együtt így visznek el. Az egész ügy annyira. Áramlopás, vagy hát most nem csak áram, hanem ugye minden, és azért fura, azért, mert így három különböző szolgáltatóról beszélünk. Most a szolgáltatónak ugye minimum évente egyszer, vagy adott esetben kétszer is ki kell küldeni valakit, aki leolvas ezeket az órákat, független attól, hogy most általány van bejelentve, vagy pedig mit tudom, saját személyes, vagy mérőállás bejelentés, stb. Ki kell menniük, és időnként ezt csekkolni, ezt nálunk is így megy civilként, és kimentek, de hogy mind a három szolgáltatónak a leolvasói le voltak akkor fizetve? Tehát, hogy azok kimentek oda, és akkor így nem furcsálottak semmit? Hát nem furcsálottak, és akkor mert... ők aztán hogy adhatnak le például lakóparak esetében mondjuk olyan adatokat, vagy olyan eredményeket, amikkel fedezik ezt az áramlopást, meg ezt a vízlopást, meg ezt a gázlopást. Tehát, hogy az meg bent nem tűnik fel senkinek a központ, hogy gyerekek, itt van x, mit tudom, 30 lakás, és hogy nem fura egy picit, hogy ilyen kevés vizet használnak, meg nem fűdenek, hát nem spórolnak. Hát lehet, hogy 100 vadon család lakik ott, érted? Hát persze, van egy nagy közös ciszter, mindenki oda, minden este oda megy, és akkor fürdik benne, és az eső feltölt. Persze.
De döbbenet, amikor ezt így hallja az ember. Tehát nem gondolnád, nem? Hogy erre külön épült egy ilyen kis házacska, és akkor azon keresztül az egész meg volt tervezve. Hát most nyilván az ember abból táplálkozik, amit olvasunk is a bulvár sajtóban, hogy azért ez így... De azt szerinted már ezt direkt így építették föl, hogy ez lesz benne? De ezt lehetett olvasni, hogy direkt igen, volt egy olyan helység, ahonnan átment, ahol bedrótozták, megcsinálták, hogy ott volt egy külön kis kecó. Aha. És akkor azon keresztül. Hát azért ez egy elég piti dolog, komoly nem? Terv azért, ha már így kezded el építeni, hogy akkor majd... Igen. És akkor melyek az óra leolvasok, és akkor... És ott mi van? Semmi. Ja, jó. De nem, hát ők tudták, az óra leolvasók, hát ők benne voltak ugyanígy, nyilván egy jelentősebb összegű készpénzért. Akkor arról mi nem lehet hallani, hogy őket is lecsukták? Azt nem tudom, de hát a Lajcsi most ezért van bent, ugye azért nem engedi ki a bíróság, mert azt mondják, hogy ugye van egy csomó olyan ember, akit ők megkentek, azt nyilván el kell még kapni, hogy akkor ne tudjon további készpénzt adni azért, hogy tagadják. A neveket. Igen, a Bajos Dezső, Karesz Laci vezetőként, én csak így ismerő őket. Ja. Igen, hát azért ez biztos, hogy sokan játszottak a gondolattal, hogy ez egy kísértés, hogy most ott valaki neked felajánlja, hogy mit, nem ekkora tételbeni társaság 50-30 millió, tehát ez baromi nagy tétel, tehát nem erre gondolok, de mondjuk jön a gázszerelő, jön a villanyszerelő, és azt meg tudom oldani. Okosba. Meg tudjuk oldani. Ja. És akkor azt mondod, hogy oldjuk. De ez bátornak kell lenni, nem? Igen. Hogy akkor... Ugye ne engedd be a villanyszámlást, ne engedd be a leolvasót, mindig a fix embered jöjjön, és akkor ő tudja, hogy mikor kell leolvasni, bent szóljon, és kenje meg a megfelelő embereket. Nincs betegség, nincs szabadság. Senki nem jöhet be, mert abban a pillanatban ugye hát, hogy jönnek, amikor az éves leolvasásod van, nem tudom, azért ott meg Lajos olvasásában, csak a Lajosnak mutatom meg az órát. Igen, nincs. Igen. Ha becsöngetnék az éjjelzősről, én ki vagyok? Én csak a babysitter. Balázs, nem akar lenni. Csak tudom, hasonlítok rám. Nem. Nem bízom senkiben a főnök, aki nem hasonlít egy picit rám. Azért hasonlítok ennyire én is. Tudja. Kásztingolnak minket. Ez nem, Balázs, ne szórakozom, nyissa már ki, jöttünk az éves leolvasásra. Nem. Nekem a főnök megmondtam, nem Balázs vagyok. Nem is Balázs vagyok. Mondja azt, hogy Gábor. Igen. Igen. Tessék, parancsoljon. Tessék, látja? Odafigyeltem a Gáborra. Nézze, most elindulok a ház felé, szóljon utána, hogy Gábor. Gábor. Igen. Én parancsol. Szóval azért az így nagyon, az nagyon kemény. És akkor az összes olvasó benne volt? Hát külön ember jön a víztől, külön ember jön a gáztól, külön ember, tehát itt azt hallott, hogy valakit megkentek, de közben azt hallottak, hogy egy csomó mindent dobtak. Akkor mindenkit meg kellett. Mindenki benne volt? Áram, víz, a vízes, gáz. A gázos, a villanyos, mindenki? Mindenkinek adod? Minél több mindenkinek adod, annál több mindenki tud róla. Azért ez nagyon... Hát nagyon veszélyes. Annál többet tudsz kaszálni. Annál többet tudsz kaszálni, minél több embert kensz meg, tehát akkor mind a három ágat le tudod. Hogy van egy ilyen megkenés, ha mondjuk nem tudatosan csinálod, úgy itt azt lehetett olvasni, hogy tudatosan csinálod. Ne legyünk szentek, nyilván vannak, akik csinálnak, vagy csináltak hasonlót. Hogy megy? Hát ez bejön a villany óra leolvasó, te mondjuk új lakásba költözöl, tudod, hogy családi ház, és azt mondtad, hogy jó, rossz vagyok, én most egy kicsit megkárosítom az elmét. Ellopom az áramot. Nem szép dolog, de hát azért ezt csinálják, hát azért ezeket mondjuk. Csomfordászott az ellenőr körül. Bocsánat. Lehetne a... Hát érti. Jó, sok lett ebbe a hónapba is. Igen. Vagy rákérdezel, hogy mennyit keres, és szeretném a... Nem tudnám elkezdeni. Tehát ott állnék, forgolódnék, tökölnék, és egy hülyén próbálnám az egészet, és nem tudom, hogy hogy kezdjem el. Maguknak sem lehet egyszerű. Biztos nem veti fel a pénz. Mire nekem, gondol, hál' Istennek, jut is, marad is. Mire gondol, uram? Arra gondolok, hogy hogy lehetne esetleg, ne, hogy kell őt szerintem őt motiválod föl, a pénzzel, vagy rákérdezel arra, hogy lehetne ezt jól megcsinálni, hogy mit a relét kell szerelni a villanyórára, nem tudom, hát én nem veszem, merném soha megcsinálni. Nem meg hogy mennyi, meg tehát, mennyit adsz neki? Hát ez de megbeszélitek el akar, utána. El akarsz csalni 20 ezer forintot, akkor tizet adsz? Igen. Egyáltalán neki kell adnom, és utána ő majd bent adja még valakinek? Hát valaki, aki mahinálja az órát, neked olyan kell, aki ezt meg vagy átköti, tehát hogy előtte már leköti az áramot, hogy az óra előtöről veszed le az áramot, vagy ugye ezt a pörgést kell megállítani rá. Mit tudom én? Annyira nem vágjuk hát de nem. Vagy a technikai részét. Hát ott egy olyan csávó kell, aki ezt meg tudja oldani. Ott a kivitelezést kell megcsinálni, hogy az óra leolvasó tudja-e, azt nem tudom.
Mert ő már csak odajön és azt mondja, hogy ez ennyi pénz lesz. Hm. Tehát neki kell olyan adatot leolvasni, hogy ez kevesebb legyen, tehát valahogy mahinálni kell a fogyasztását az órán. Hát, igen. Hát persze az óra fogyasztását mahinálod. Hát az nem biztos, hogy ezt hát az a lényeg, hogy ugye rátesznek az órára egy ilyen kis drótot, körbefűzik, és az a lényeg, hogy azt ugye, ha el van vágva, hogy sérül, akkor te leszedted az órának a világnak az elejét, és hozzányúltál, hogy plombálják, igen. Aha. És akkor ugye hát lassi, a fogaskereket lassítod, vagy beraksz valami relét, vagy nem tudom, és egyszer effektíve, vagy lassabban lekötő, lassabban pörög. Na de ezt nem az óra leolvasó csinálja meg neked, hanem ezt egy szaki, aki ugye ezzel foglalatoskodik, hogy lelassítja a te órádat, nem? Vagy ez ugyanez az ember lehet? Hülyék vagyunk ebből, igen. Villanyból. Nem erős, igen. Nem erős. Látszik, hogy mire ezt most nem lopjuk. Nem. Én általában többet fizetek be. Akkor miért? A leolvasásnál mindig picit többet mondok be. Ja, hogy akkor aztán a végén Jézusom, ne legyen már a paranoiának a... Nem, én igen, inkább pluszban vagyok náluk. Hát nem, hogy egyszer megkurcolják. Picit rátek, félek, hogy valami baj lesz. De mi lehetne? Én 6000 forint a havi ülőn, szemben csak 7500 utat az elműnek, hogy akkor én végén... Egészre kerekítem a végét. És akkor jön év végén, hogy önnek 30000 forintja van nálunk. Igen, hogy mit csináljunk vele? Aha. Elisztuk. És mi van, vissza, de nem utaltatod vissza? Nem. Nem is tudok, nem, tehát hogy nem fizetnek így vissza. Csak a következő, mit tudom én, kevesebb lesz. Ügyes. Ja. Nagyon olyan ügyes vagyok. Ebből mennyit keresel évente? Ebből azért nem, nincs egy akkora összeg. Hát azért egy lakóparknál nyilván. Ott azért. Nyilván igen. Egy lakóparknál nyilván igen. De hogy az ő esetében ez annyira abszurd, nem? Hát az ember azt gondolja, hogy mondjuk Lajcsinak azért tényleg hát itt az elmúlt 30 évben Dáridóval, TV2 vezetősége, sok van. Tehát közben ez a vízlopás, meg áramlopás, ez hát, valahogy annyira ilyen. Ha igaz, ilyen akkor nagyon ez élete legnagyobb hülyeség. Nagyon piti, nem? Most oké, hogy persze megkeresel ezzel 30 millió forintot, már úgy értem, hogy oké, nyilván nem oké, de hogy azért ez egy nagyobb tétel. Csak valahogy azt gondolnád, hogy van 10-20 jól menő vállalkozás, étterem, mit tudom én, nem kell az, hogy én most akkor mit tudom én, mágnesezem az órát, és akkor lopom a vizet vagy a gázt, nem? Tehát fura ez az egész. Na most nem tudjuk még az összeget sem, mert ugye volt 5 millió, aztán 30, 100, most már 100 millió is volt. Igen, 100 millió volt a legutóbbi. És mi van akkor, ha közben nekem van egy lefizetett óra leolvasóm, aki kilép a munkahelyéről? Tehát nekem ott van a relébe, van építve, stb., de hát nem garantálja nekem senki, hogy mindig meghal, beteg lesz. Tehát akkor jön az új. Akkor ő vele is elkezded. Ez az a tesó, mielőtt ránézel az órára, gyere már be, ígyunk egy kávé. Létszik. És mondjuk ő becsületes. Tehát azért is bátor ez, mert bármi történt. Az előzővel. Nem beszéltem, új vagyok a cégnél. Mehetnék a villanyórához? Ne siessünk annyira, kóstolja meg a házi rétest. Aztán egy kicsit beszélget. Érted? Nem tudnám becsinálni. 50 ezer forintot. Ez nem az enyém. De csak kell. De ez az ön 50 ezer forintját. Tehát egy csomó veszélyforrás van ebben. Ha csak tényleg új ember jön valamelyik szolgáltatótól, nem? Vagy Lajcsi kilép az ajtón, és ott van az éves óra leolvasás, és nem a fix embered jön, és ott látja, és azt, hogy akkor engedjen már be, és akkor megjöttünk órát leolvasni. Megmondják neked ugye, hogy mikor van az óra leolvasás. De hát azért ebben sok buktató van. Az új ember újonnani megkenése. Azért toporognál egy ideig, mire átkennette azért. Ha ki akarnék vele szúrni, megbuherálnám a villanyórádat, és ráthívnám az éves leolvasót. Úgy szűkölnél, mondjuk én is, teljes rője vagyok ezekhez. Iszonyú nyomorult. Én nem tudom tényleg, hogy mit csinálnék, hogy csinálnám. Tehát oda mennék hozzá, és akkor ott hívják célhozgatni. Ingyen itt a karácsony, biztos sok volna a gyerek, nincsen gyereke. De a karácsony azért nem, mert még csak március van. Ja, akkor innen esetleg egy kávét. Szép ez a kávégép, nem? Nagyon jó kávét csinál. Akár magának. Mit csinálnál? Nagyon rosszul indítanád ezt egyébként. Nagyon rosszul indítanád. Én laktam régebben olyan helyen, vagy laktam, tehát nekem volt olyan tulajdonostól vettem, ahol elmondta, hogy lehet úgy is csinálni, hogy jó. Figyelem vagyunk. Ezt mondta? Meg tudjuk oldani. Tehát levert a víz, mondom, hogy gondolod? Hát nem tudod, hogy provokál? Nem, elmondta, hogy kiépített rendszere van, és elmondta, ez nem, ahol most lakom, ez egy előző hely volt, és elmondta, hogy mi a menet. Hogy ez hogy zajlik. Ha jön valaki, nem vagy otthon, valaki otthon van. Nem ő van otthon, fix embered van, csak ő jöhet be, éves leolvasásnál. Hívod a Bélát, neki szólsz, mondom,
tesó, akkor most szedjél le minden szépen. Igen, minden. Szedjél le minden. Ennyit tudtál volna vele fogni. Én kise számoltam, nem tudom. Hát lakásban szerintem azért ez nem olyan sok. Tehát ha nem üzemi a fűtésed, és tényleg 150 ezer a gázszámlád havonta, akkor ez nem olyan sok. De hát ezt így nem... Ehhez azért csibészség kell, vagy ehhez azért bátornak kell lenni. Úgyhogy ez egy érdekes. Na mindegy, hát kíváncsi. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele, vagy mi lesz velük egyébként. Azért ez egy nagyon kemény ügy. És mit keresnek ilyenkor a lakásban? Hát miért van házkutatás? Hát nyilván van egy kimutatás valahol az egyik számítógépen, hogy ennyit kellett volna befizetni, és csak ennyit kellett fizessünk. Hát ez kivezeti. Gondolom. Tehát hát Lajcsi. Igen. Vagy aki el... Aki találtuk egy széfet, biztos ebbe volt a pénz, amiből megkenték őket. Tényleg, tehát hogy ilyenkor mi van? Mi ez az információ, mi ez a plusz információ? Nyilván a számítógépen fogja tárolni ezeket az adatokat. Szerintem nem. Na mindegy. Én nem tárolnám. Kimutatás. Te jó, neked egy kockás füzeted, neked csak egy füzetet kellene rákapni egyébként. Lenne egy rácsos kis, hogy hívják, most spirál füzetem, és az lenne ráírva, hogy de szépen, hogy hívják a formabetűkkel, hogy igen, hogy vesztegetése. Nem, áramlopás, vesztegetés. Áramlopás, vízlopás, gázlopás. Rezsicsökkentéssel és vesztegetéssel egyenlő. Igen, hát nagyon nem írod le, nagyon nem vezeted ezt, igen. Na nézzük gyorsan még a közlekedési híreinket. A hírek előtt tudnátok segíteni, mi történt Halásztelken a Rákóczi úton, a szokásosnál is nagyobb a sor az M0-ás felé. Küldjetek el, és akkor azonnal tudjuk mondani. Jó, azt mondja, 3 éve leolvasáskor gáz és villanyórát minden esetben lefényképezik, ez Zümi írta nekünk. Aha. Ez így van, hát az éves leolvasásnál ugye vizet, áramot, azt mindig igen. Lefényképezik. Áramlopás, tuti módszer, csak egy ellenőr kell hozzá, leolvasó nem él hozzá. Pippak megy a dolog. KP küldte nekünk. Uh-huh. Úgy látszik, hogy van rutin, ír le nekünk, hogy ez hogy van valójában. Olyan szerelő kell, akinek van hitelesített plombája, plombanyomója, ez a lényeg. Kinyitja az órát, beállítja neked, és utána ugye rá nyomja a plombát. Rengeteg üzem csinálja ezt, péksége, gázzal, szólik villannyal, havi szinten milliókat spórolnak, jön egy ember, szaki, aki megcsinálja az órát, leplombázza, és viszlát, jöhet az ellenőr. Ez érdekes, mondtam, sokan csinálják ezt. Nálunk a vízórás is, meg a hőmennyiségmérős is felajánlotta, hogy ő a jó tevő. Tehát maga a vízórás dobja nagyon le neked? Én vagyok maga a jó tevő. Nyilván akarja. Hogy tetszik mondani? Ki? Ha érti, mire gondolok, én vagyok a jó tevő. Igen. Balázs, a meleg óra leolvasott, könnyen meg tudtad volna győzni, még pénzbe se került volna. Írja nekünk valaki, igen. Balázskám, drága szentem, de tájékozott vagy. Igen, abszolút. Köszönjük szépen. 100 ampernek 50 a felel, Laci küldte nekünk. Jó. Na. Jó van, hát ezen nem humorizálunk. Na, ha volt nektek ilyen tényleg, hogy valamelyik szolgáltató felajánlotta, vagy a vizes azt mondta, hogy meg tudjuk oldani, vagy a gázos, a villanyos, vagy ti kértétek, és ez rosszul sült el, vagy ti próbáltatok, írjátok meg nekünk, jó, hogy kivel mi történt. 7:30 pontosan 6 perccel Óven bácsival játszunk, úgyhogy lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 1 perc múlva. Lancsiról beszélgettünk egy kicsit, és arról, hogy hogy próbálta már meg kijátszani a saját szolgáltatóját, vagy a szolgáltató kinél ajánlkozott be, ugye a leolvasó formájában, hogy ő tud valami okosságot, tévébekötés, telefonbekötés, áram, villany. Hát emlékezzünk vissza azon időkre, amikor egy komplett és egész ország lopta az HBO-t. Ti? Ugye? Ti loptátok, mert én nem tudtam még azt a rohadt dekódert sem megvenni. Ez volt a jelszó a házban, hogy van-e dekódered 2000 forintért. Fölraktál egy ilyen kis, én nem is tudom. Egy kis dobozka volt. Egy kis dobozka, ilyen kartondobozszerű, középen egy ilyen kis fém kockával, két ilyen karton cső lógott ki a kockával. Ezt valahogy beaplikáltad a televíziódba, és loptad az HBO-t. Ugye? Igen. Hát aki és tudta. És havi 2000-2500 forintot megsporoltál magadnak, mert egyszeri dekóder beruházással, ugye, hát sokan benne voltak azért a nagy országos HBO lopásban. Na, most már azért ez így... Már letöltötök. Ma már az ember letölt, meg nem tudom, de hát ne legyünk álszentek, azért abban sok
pokorra kerülő cimbora volt benne. Ott együttesen, fogtok mindannyian. Együttesen valaki a társasházban panellakás szerzett egy dekódert, és onnantól kezdve, mint a vírus elszabadult. A dekóder is hirtelen mindenkinek volt HBO-ja. Te is vettél, én is. A az HBO-s dekóderes idő, emlékszel? Hát ez egykoron ez nagyon ment. Panelházakban így az elsőtől elkezdődött, és szépen szivárgott végig, aztán volt egy másik módszer, amikor azt csinálták, hogy egy valaki megvette. Tehát egy valaki fizetett érte rendesen 2000-et, és tovább vezették egy 8 lakásba még, és akkor viszont ugye szétdobták ezt a 2000 forintos díjat, igen. Így aztán összejött a dolog. Igen, hát voltak nagy divatok, ugye voltak például az HBO lopás, volt a végtelenített telefonkártyával való telefonálás. Emlékeztek jó, erre, amikor az ember azért úgy vált bűrészessé, hogy egy kicsit ő is megpróbált a saját pénztárcáján könnyíteni, és megvettél x 1000 forintért a postán kapható telefonkártyát, az valaki neked levégtelenítette, és akkor te ezekbe a bedugós, egységleszívós telefonokba annyit telefonáltál, mint az általában. Volt is egy nagy balhé, hogy vettek végtelenített telefonkártyáikat, és a saját 090-es számaikat hívták. Ez valami nagy ügy lett ebből, és... Tényleg. Ó, és akkor onnan megjött vissza a lóvégén, az egy nagy ötlet yes. volt. Amikor ugye önmagadat eláztattad és fizetett a biztosító. Ja, szóval, hát, hogy azért itt... Klasszik biztosítási csalás, régen önmagadhoz való, vagy önmagad eláztatás és a biztosító fizetett. Szóval, hogy azért ilyet mindenki követett el. HBO decoder, Jani? Ez az egyetlen, amit csináltam. Ez be is vallottam, tisztelt bíróság. Ugye? HBO decoder. Sajnos én is belestem ebbe a bűnbe, de én annyira naiv voltam, hogy én azt gondoltam akkor is, hogy ez legális. De hülye vagy. Mondom, hogy mert egy szomszéd az, hogy jött át, és azt mondta, hogy... A szomszéd az, hogy dílerkedett a dekoderre. Azt mondta, hogy, izét, hogy az ötödét is fizetetjük az HBO-ért, egyébként akkor minek fizessük az ötször. És akkor én mondtam, hogy ja, persze, ti is ezt csinál? Igen. És akkor igen. Krisztán? Nem volt gyanús. Az ötödét fizetett, amennyibe kerül. Ja, hát az biztos az teljesen biztos, szabályos. Meg se fordult a fejembe, ráadásul nálunk olyan pénám volt. 2500 volt egy dekoder. Figyeljetek, olyan egyszerű volt egyébként lebukni vele, hogy ez hihetetlen, mert hogy kint ugye a villanyórákon keresztül lehetett, vagy a villanyóra szekrényeken keresztül volt bevezetve a kábel, és a villanyóra szekrények nálunk csak egy ilyen kis kurblival, vagy nem tudom, egy ilyen kis izével, egy ilyen kis fülecskével voltak rögzítve, nem volt a kulcssal zárhatok. Tehát valaki, hogyha le akart minket buktatni, odajött, így kinyitott egyetlen mozdulata. Ezért benézett, igen, lopják. Viszontlátás, igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hello! Szia. Hello, Zsolt! Na, te dolgoztál áramszolgáltatónál? Hát nem áramszolgáltatónál dolgoztunk, hanem az érzett, hogy ez kb. 10 éves történet, és áramszolgáltatónak dolgoztunk be, mint alvállalkozók. És hát a helységet nagyon nem akarok mondani, de maradjunk a Balaton környékén. Na elég az, persze nem kell pontosan. Elégettünk villanyórákat és boilerórákat, és hát bizony nagyon-nagyon sok olyan eset volt, amikor hát úgymond kis zseppénzre tettünk szert, mondván, hogy a tulaj megkért minket, hogy nem lehetne valamit tenni a dologban, vagy egy kicsit több áramot szeretne. Vagy egész egyszerűen olyan dolgokat vettünk észre, amit hivatalosan nem lett volna szabad tovább engedni. És hát... És mondjuk elmondtátok, hogy uram, látjuk, ha fizet, akkor hallgatunk? Nem, azért ilyen nyíltan nem lehetett, de például átkötéseket, ilyesmiket azt valóban találtunk, de a legegyszerűbb ilyen úgymond áramlopás, az nagyon egyszerű a dolog. Az államszolgáltató, amikor megadta nekünk a nevet és címet, ahova ki kell mennünk mondjuk órát cserélni, akkor egy Matrix nyomtatóval kinyomtatott kis forma nyomtatványt kaptunk, amin rajta volt a szerződött ügyfélnek az áramkorlátozónak az értéke is. Hát most ez vagy rajta volt, vagy nem volt rajta, és annyit lehet tudni, hogyha nem volt rajta ennek az áramkorlátozónak úgymond az értéke, akkor lehetett bővítést csinálni. Ezt minden további nélkül utána én beírtam, hogy ennyi volt az áramkorlátozó, és onnantól bekerült a rendszerbe, és rendesen hivatalosan ő megkapta azt az áramkorlátozó nagyságát. Tehát egész egyszerűen, hogyha volt 3x 5 ampere vagy 6 ampere, akkor ezt még fel tudtuk bővíteni neki 3x 16 fel is akár. Ügyes. És akkor így kevesebbet fizetett? Hát nem kellett kevesebbet, csak a több áramot tudott használni. Több áramot használt, aha. Így van. Tehát egész logikusan valamikor észrevettünk olyan dolgokat, hogy cseréltünk villanyórát olyan helyen, ahol 3x 6 amper volt bent, és egy komplet fűrészüzem ment mögül le. Tehát... Jó.
Igen, tehát ilyen is volt. Olyan is volt például, hogy nagyon nehezen engedtek be minket, ugye nekünk le kellett szednünk az órát, megvizsgálni a fogyasztásmérőjét, és egyetlen vezeték volt bekötve, és a tulaj nagyon készséges volt, és nagyon jó meleg kávét hozott egyből, hogy ugye mi akkor le akarunk ülni beszélgetni. Tehát, ja, hogy észrevette, hogy te észrevetted, és akkor szólt, hogy akkor bent ígyatok egy jó kávét. Így van, így van. Jó volt a kávé? Jó volt a kávé? Finom volt, finom volt. Ugye? Finom kávé volt, mi? Hát igen, ez egy érdekes. Tehát, de egyébként nagyon-nagyon sok törük van idézőjelben. Most elmondom nektek, amit mondtatok, hogy már hallgatom a rádiótokat, hogy leszedik a pecsétet. Ez nem mindig így van, mert ugyanis az órán körbe egy úgymond OMH pecsét van rajta, amit az Országos Hitelesítési Intézet tesztál, azt nem lehet pótolni, de viszont a bekötésnél ott viszont van variáció. Na. Egész egyszerűen olyan variáció van, hogy van úgymond egy söntellenállás bent a egy ilyen kis híd az órákban, amit az ügyes villanyszerelők. Na azt nem mondd el, persze, ezt nem mondd el, nem mondd el, és azért ezt nem mondjuk el, hogy lehet áramot lopni, tehát ez semmiképpen. Téged kirúgtak, megbuktál, vagy eljöttél? Nem. Azért, de most már egész mással foglalkozok. Most autókereskedő vagyok, tudod. Összejött annyi pénz, hogy tudtam venni egy teljesen használt autókereskedést, de szívesen mennék ott autót. Nem. Most teljesen mással foglalkozok, hogy nem. Azért mertem elmondani. Gondok vagy a boldogasszony lakóparkban, nem? Nem, valaki alkalmazott egy időben. Na mindegy, és... Na jó. Oké. Hát ez érdekes. Igen, arra voltunk kíváncsiak csak, hogy ez hogy megy, hogy ki kell meg kit, vagy tulajdonképpen igen, ez egy érdekes helyzet, hogy ha te felismered, helyzet, akkor, hogy akkor sajnos a magyar ember nagyon rá van utalva arra bizonyos körökben, hogy igen, egy kicsit, hát úgymond valamikor szemtelenül, valamikor hát viszont... mindig azok csinálják, akik rá vannak utalva. Hát most ha Laj csinál, ez bebizonyosodik, azért szerintem ő se volt arra utalva, hogy mit lopja a gázt, vagy a villanyt. Tehát azért ez nem igaz. Én szerintem ez csak valami blai ügy. Valamiért be kellett fogni. Én valakinek valószínű, hogy a tyúk szemrejébet így, ahogy mondjátok, nem lehet tudni erre, majd úgyis elvarjátok. Zsolt, köszönjük szépen, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Azt mondja, hogy építkeztem, de az építő meglepett 5 millióval, félkész házba gázóra szétszedve, gázműk embere mondja, hogy ez félmillió a büntetés, de ő 150 ezerért plombálja. Az első ellenőrzésnél bukta, 350 ezeres büntetés. Kaptuk ezt is SMS-ben. Tudok olyan asztalos műhelyről, kisebb a villanyszámlájuk, mint egy családi háznak, szerintem csak az irodában többet fogyasztanak, mint amennyit fizetnek, nem tűnik fel a szolgáltatónak. Kábel TV, ők álltak meg, becsöngettek, látjuk, új építésű a ház, bekötjük 20 ezerért, ha ellenőrzik, mondja azt, hogy így vette. Nem voltam bátor, elküldtem. Ezt András küldte. Ilyen nincsen, hogy így vette. Ismerősöm az egyik szolgáltatónál dolgozott, még nem volt tévé a lakásban, hogy kihívtuk, hogy kösse be, mondta, hogy 5000 forint körül számoljunk, kérdeztem, hogy havonta, azt mondta, nem, örökre. Egyszer megcsináljuk. Nálunk női leolvasó járt, az első alkalommal úgy mutatkozott be, hogy én vagyok a tündér keresztanyus. Ebből érted? Mire gondol? Tudok hozni egy kis ajándékot. Szüleimnek egy barátjuk 40 éve nászájánőbe úgy kötötte be az áramot, hogy a ház egyik fele előre, a másik hátra forgatta az órát. Amíg a cégnél dolgozott, nálunk nem volt óracsere. Amikor nyugdíjba ment és órát cserélt, konkrétan összeégett az egész. Semmit nem tudtak megállapítani. Na, hát azért itt vannak szép esetek azért, pro és kontra mindenkinél. De hát ezt kértük, hogy írják le nekünk a hallgatóink. Na hát én becsületes is vagyok, meg gyáva is. Soha nem mernék belemenni egy ilyenbe. De te túlfizetsz, te vagy az egyetlen, aki többet utal. Így van. Velem, az én túlfizetésemmel kompenzálják a be nem érkezők. Igen. Hát kemény pillanatok ezek. Játszunk, jó? Novembácsival játszunk, már itt is van, hallgatunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel! Ciao, hello István! Hello, sziasztok! Honnan hívtál minket? Hát én most éppen úton vagyok, viszem a záruk, máruk teritek, most épp bőszénfán állok. Félreálltál. Így van. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Mit csinálnak? Szél vagy mi ez? Tengerpart. Hát, ja, én is ilyen valami szelet hallottam, igen. Szél vagy tengerpart. Hát törpöznek. Na figyelj, ez egy tévésorozat lesz, ennyit segítünk, jó? Hallgass meg! Aj, Jézus Atya Úristen. Mutassuk még egyszer? Igen, légy szíves. Jézus Mária. De én részt nem láttam ebből.
Nekem sem rémlik, egy kicsit jó. Hosszabb. Hosszabb részlet jön, figyelj, kivettük az albögrét. Ajjajjajjaj. Jó, biztos. Nagyon nehéz. Aha. Ez nehéz. Ez nehéz, mert ezt nem ismerem. Ez nehéz. Ez nehéz. Mondjuk az eredetit, hogy mi lett volna? Igen, légy szíves, mert ezt nem biztos, hogy látta. Nekem az neve ismerős, de nem ismerem, a Szívek szállodája című sorozatot kellett volna. Ilyeneket azért nem nézik. Kitalálni, ez egy amerikai tévésorozat. 153 rész volt belőle. Valamelyik adó most megy egyébként, mert ahogy kapcsolgattam a tévét, láttam, csak hát én azért nem nézek ilyeneket. Na hát ezt megértem, mert Szívek szállodája, ez egy pasi nem biztos, hogy azért ezt így ezzel a címmel leül megnézni. Igen. Igen. Jó, hát köszi, ez nehezebb volt most egy picit. Hát igen, sajnálom. Köszi Isten, ciao. Szép napot nektek, sziasztok. Hello, 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 hello. Na, valaki szíti, nagyon jó. Itt nosztalgikus élmények vannak, valószínűleg nézte a Szívek szállodáját. Emletesen a 133-os kilométernél mindkét irányba mérnek. Valamint halasztelek után az M0-ás hídon összeütközött két autó, miatta áll minden az oda vezető utakon. Ezt Ramos küldte nekünk. 4 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 9 perccel, jó reggelt! Kívánunk, mindenkinek itt vagyunk, hétfő reggel van, és nem jár a 3-as metró. Nem mintha a kettő között összefüggés lenne, de a Lehertéltől Újpest központ felé, Kőbánya felé nagyon ritkán, de jár. Tehát egyik oldalon elhalálozott, másik oldalon beritkult. Aha. A 3-as metró. Nem jó hír. Ez nem jó hír. Hát egyáltalán nem is tudjuk az okát. Nem. Hát majd elküldik, és akkor megtudjuk. Mert ez a 3-as metró kilepődik meg már ezen. Hát úgy, tehát nagyon, nagyon is nincs csodálkozni. Valami. Azt mondja, hogy Lehel és Újpest között metrópotló jár, Dani küldte nekünk. Uh-huh. Csak a Lehelig közlekedik az M3-as. Gondolom, kigyulladt, vagy tönkrement, vagy beázott, vagy nincs egyszer áram, az összes. Sok áram van, hát itt bármilyen fordul. Nagyjából ezeket tudom el, ez hát a fék, ilyeneket tudok elképzelni. Igen, mert ugye a BKK-nak a Facebook oldalán is csak ennyit írnak. Az M3-as metró helyett pótlóbusz közlekedik a Lehel tér és Újpest központ között járműhiba miatt. De kell azt mondani. Hát Jana, akkor tudjuk. Kicsit mindegy, ha nem jár, nem jár. Ezért elég nyitott. Széles paletta az de a járműhiba. Egyébként meg kell tudnod neked, mint utas. Tehát jár, nem. Vagy nem jár. Nem mindegy azért, hogy mondjuk hogy jármű tűz miatt, vagy de mit nem tudom, mindegy, miatt. Nem jár, tehát nem menj le, keresd a pótlóbuszt a felszínen. Igen, ebbe ezt adom. Tehát ha én metróval járok, és nekem mondják, hogy nem jár, az csak egy plusz dolog, hogy miért nem jár. A lényeg, hogy ne álljak ott. Majd menjek ki a villamos megállóba. Tehát nagyon nem kell tudnom, ha nekem nem is. Ez már kis emberi kíváncsiságod, ez a bulvárra való ráizgulásod, hogy ége. Te is rögtön ugye mit gondolsz? Ég a metró. Nem ég. Nem ég. Ja, nem ég. Megy. Nem ég. Csak nem egy olyan megfáradt egy 20-as anya. Kicsit igen. Ja, akkor leoldott. Leoldott az első kocsi. Kicsit tovább borult. Forgács utcánál leszállítottak mindenkit a metróról, de Ág tér felé nem jár. Csak a Leál tértől. Ez Bankos Kriszta küldte nekünk. Az M7-esen a Törökbálinti lehajtó után a leállósában hiányzik a csatorna fedél. Ez nagyon veszélyes. Aztán az M1-es bevezető szakasza áll, alig lehet haladni. Artúr írta nekünk, budai rakpart, északi irány, lerobbant golf, akinek vontató kötele, segítsen neki. Ezt Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ezt többen írjátok, hogy vigyázzon mindenki, M7-es Budapest felé 12-es 13-as kilométer között aknafedél nyitva a leállósában, és ez baromi. Baromi veszélyes, golfos küldte nekünk, pesti alsó rakparton is nagyon-nagyon-nagyon lassú a haladás, valamint van egy trafiink az M532-es kilométerénél mérnek, úgyhogy vigyázzatok. Halásztelek felé most megyek, és az M0-ás felhajtójánál a lámpa fogja meg a forgalmat, Halásztelek felé pedig még csoda, hogy nincs dugó, nyenyet írta nekünk. Köszönjük szépen. Valamint baleset miatt az Igethalomról Csepel felé a Gerinc utat Sziget-Szent Miklósnál lezárták, és terelés is van Halásztelek felé, tehát emiatt is nagy dugóban. Ezt Lilo küldte nekünk. Solymári elágazásnál a sor vége, 10-es út Pest felé, ez a szokásos, és trafi 8-as úton Moson udvarnál Gábor küldte nekünk. Hallottam valamit, hogy miért van dugó a 10-esem. Na.
ezt valaki elmesélte, hogy ha egy kicsit segítenének átállítani a sorompót, akkor lehetne vele egy csomó időt nyerni, ugyanis ott nagyon sokszor közlekedik a vonat. Ami nem baj, de a vonat áthaladása előtt már 5 perccel lezárják a sorompót, és ez a sok-sok plusz perc, ami összeadódik, ez is okozhat dugót, és ezt kicsit lejjebb vennék, és mondjuk a vonat áthaladása előtt csak 2 perccel zárnák le a dugót, akkor még 3 percig folyamatosan tudnának menni az autók. De az a szabály, hogy 5 perccel, mielőtt megjön a vonat, le kell zárni, vagyis te 5 percig teljesen fölöslegesen állsz ott, ha a vonat áll az állomásra, vagy a megközelítő, mint tudom én, le lehetne zárni 1-2 perccel csak előtte. Nagyon szép a kérésetek. 5 percet áll állítólag hát a sorom, hogy 5 percig van lezárva. Ismerjük a mávot, hogy hogy közlekedik a vonat, hát ki tudja, hogy mikor ér oda. Így van. Nézd, nem hát úgy van, hogy a vonat lezárják. Közeledik az átjáró felé, átkapcsol egy relét, és ahogy beállt, az a relé pilosra. Hát elviekben igen, de tudjuk, hogy a 20 percet késik lezárják neked menetrendszerűen, lezárják, és fél órát állsz, csak nem. Meg tudjuk nagyon jól, hogy a mávnál 5 perc az értelmezhetetlenül kis idő. A hiba határon belül nem történik. Semmi. Na mindegy, csak mondom azon illetékeseknek, akik esetleg hallanak bennünket, hogy ezen ott lehet, hogy érdemes elgondolkodni, ezt nagyon sok ott lakó ismerős mondta, hogyha picit mondanánk ezt, és lecsippentenénk ebből az 5 percből, és levinnénk ezt mondjuk 2 percre, az a plusz 3 perc az nagyon sok autót jelentene, akik még addig folyamatosan át tudnak menni. Hiába áll bent a vonat, amíg nem indul el, nem kell, hogy pirosra váltson. Én ezt reggelenként simán benyalom én is, ahogy Lőrinc és Kispest határon, az alsó állomáson szintén van egy ilyen vasúti átkelő, ott is abszolút elő szokott fordulni. Na, itt a válasz a kérdésre, 4 tűzoltó érkezett az Árpád hídi megállóban metró miatt. No? Nem a 20-as anya. Nem. Akkor ez nem. Ez nem a 20-as anya. Voltál fönn a NASA honlapon? Nem, érdekel. Én most fönn vagyok. Nem, ne érdekeljen már. Tényleg már most már ez mindenek a teteje, hogy engem jobban érdekel, hogy mit fog bejelenteni a NASA, mint téged. Ugye, én háromszor ezt becumiztam, rámentem, rászaladtam, nagy bejelentés. Elég volt, na, hagyjanak engem békén. Tehát tényleg, amíg nem mutat föl, Will Smith, hogy itt vannak, és baromi nagy űrhajó áll, az potom egy folyó nem érdekel, hogy hány milliárd éves baktérium foszlányt találtak egy marsi kövületen, ami egyébként még semmiten bizonyít című felkiáltást. Tehát ez nem. Köszönöm. Mit ír? Találtál valami jót? Nem, semmi. Hány korosat? Nem, figyeljetek, nincsen. Legalább a képeket megnézted? Az van, hogy most fönn vagyok, a NASA TV megy nálam, egy nagyon csinos hölgy van rajta, megint nem annyira csinos kopaszodó úr. Beszélgetnek valamiről. Ez még biztos, hogy nem a sajtótájékoztató, mert a sajtótájékoztató a pontos időpontját nem sikerült megtalálnom, hogy mikor lesz. Mert hát, ha tényleg vizet találtak folyékony formában. Érted? És akkor oda tud menni majd a kis izé, a kis szonda, és akkor majd, hogy egy robot karjával rátesz egy kis papírhajót. Ez reális. Ez teljesen reális. Teljesen reális. Vicces fiúk lennének a NASA-nál végre. Nem. Igen. Na, egy másik dologban is szeretném a segítségeteket kérni. Nem, mintha János segítséget. Azért akartam mondani. Tegnap este elérkeztem a apai teljesítő képességem végső határához. Két nagyon jó minőségű gyermekkel áldott meg engem a sors. Kedveltem is őket. Még most is kedvelem. De volt-e már olyan az életetekben, amikor azt mondtátok, hogy nincs tovább, tehát nincs fegyver a kezemben, nem tudok mit csinálni. A következő volt, estére hazaértünk, elfáradt mindenki. Hála jó Istennek, gondoltam. Sose baj. 8-kor egy gyors fürdés, gyerekek, igen. Csak tusikával, és gyorsan fogmosás, apa olvassa a mesét, és már mehetünk is aludni. Egyszer voltam, bla 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 bla. És akkor már 8:30-kor ugye szabad vagy, és hát anyával el tudod tölteni az időt. És ennek az első mozzanata az volt, hogy akkor indulást tusolni, vetkőzünk. Ül a két gyerek az ágy szélén. Nem volt bekapcsolva a tévé, igen. Tehát apa, nem... Apa, ma jó, nem, benne, nem, esetleg, sem, nem, nem válaszol. Lehetne, hogy te nem vetközöl velünk? Nem volt ilyen, nem válaszol, hogy imádnak velem fürdeni mind a mai napig, de most mondom, nincs ilyen. Ti gyorsan dobjátok le a ruhát, letusollak benneteket, gyors tör, és ül a két gyerek. Mondom, srácok, tudjátok? Valami! Induljunk el az este. Gyorsan, mert akkor annál több mesét olvasunk. Két kölök ugyanúgy ül. Kicsit megemel a hangom, mondom, srácok, holnap iskola és óvoda, fáradtak lesztek, és apa már kezd ideges lenni, tudjátok? Az nem jó soha, mert akkor kiabál. Két gyerek ugyanúgy mozdulatlanul ül. Majd elkezdek üvölteni, hogy itt nincs rend ebben a családban, hát nektek ennyit ér az apa! Apa mondja, hogy meg... És ül. És közben nem akarsz üvölteni, de látod hát magad nyilván. Kívülről, hogy mérges vagy, igen. Tehetetlen vagy, szíved szint kicsit oda csapnál, nem akarsz, nem ez a módszer, elborul az agyad, igen. És akkor elindul a zsarolás, és a mindentől való megvonás, megfenyegetés, hogy elvonás. Akkor és... majd. Igen. És a szokásos trükkök se jöttek be, hogy bedobtál a fürdőszobába
egy szállásokolba. És most nem mentek utána. Nem mentek utána. Egy kicsit a Panna szemén láttam, hogy egy picit bemozdul, de ő se. És ilyenkor jön, hogy először arra gondolsz, hogy pozitívvá fordítod a dolgot, hogy ha levetkőztök és megyünk, akkor lesz majd valami. Utána látod, hogy ez nem megy. Fordítasz rajta, ha nem vetkőztök le és nem indulunk akkor, akkor viszont, nem lesz mese. Akkor viszont nem lesz mese. Mese nélkül, igen. És puszi nélkül mész aludni. Erre Soma csak annyit mormolt meg én. Hogy te olvasod apa. Tudod, hogy én olvasok mesét? De az jó vagy. Ide bújnál hozzám. Tényleg? Így. Ott álloma menekülnék. Ott feküdnénk a két válladon nyálcsorgatva, és hallgatnánk hát a mesét, ahogy olvasnál. Kötelező. Következő kiterepülésen olvas már nekünk mesét. Hozom a hangokat, érted? Tehát nálam szerepjáték van. Mi Janival oda bújunk, oda rátfeküdjünk, tehát valamit hozzá. Így folyna a kis nyálad ide, érted? Én ott feküdnék a másik oldalon, az én nyálam is folyna. Ja, úgy aludnátok. Na, a lényeg, hogy nem találtam szóval, meg hogy az milyen ellenszer. Fegyelmezést adjunk a kezébe, vagy kinek mi van a kezébe, ez a kérdés. Ez egy nehéz dolog. Ez egy nehéz dolog, nálam a zsarolás az abszolút működik. De pozitívban? Tehát, nem, elvonás. Elvonással alapuló kemény, könyörtelen szicíliai módszereket meghasznosítva brutális zsarolás. Tehát erről szól a dolog. Ugye, mivel lehet a gyereket? A mesével. Én a mesének a percét tudom csökkenteni úgy, aha, hogy egyelőre most az működik. Ja, mert még... standard egy perc? Nem, az van, hogy... A mese percét csökkent? Mesét nézhet a gyerek 10 percet, igen, és amíg ő nézi, addig ugye mi berendezzük a holnapi cuccát, Viki előkészít dolgokat, én elpakolom az esti romhalmat, tehát addig a gyerek elvonul a mesét nézni, és 10 perc az, amit ő nézhet, mindig megnézi az idő, aha, indulását, és mindig megnézi, fut a kis timecode a mesénél, be kell mindig bizonyítanom, hogy tényleg 10 percet nézett. Ez a poroszos mentalitás, ez egyébként nem jellemző. 10 perc mesenézés, és a mesenézés után van a mese olvasás, mert ugye hát az is egy szeánsz, úgy kell zárni az estét. És rájöttünk arra, hogy most úgy lehet a gyermeket megfogni, ha csökkentem a meseidőt, és elmondom neki, hogy amit a tökköléssel, kádba be nem mászással, le nem vetkőzéssel, még kirohanok, behozok egy játékok a kádba, mert ott nagyon fontos, hogy 600 játék legyen a kádba. A meseidő csökkentésével tudom egyelőre gyorsítani a gyereket, ez ugyan egy hónapig működött. Aztán a gyerek átlátott rajtam, mert mikor 3 percnél voltunk, ugyanúgy engedtem 10 percet nézni. Aha, ez azért nem jó, mert saját magaddal is kicseszel. Nem volt jó, mikor 2 perc mese van, már csak 2 perc. Beült a gyerek 2 perc, nem volt időm semmire, mondom, ez nem jó. Na. De most jó, ez hülyeség volt, mert nem jó ez a 2 perc. A következetesség hiánya az azért. Nagy hiba volt, a gyerek rájött, és mondjuk neki, hogy Beni, jó, 1 perc ugrott a mesétből. A gyerek rám néz. Visszanéz, és megy tovább. Nézni a hajója, ekkora a fejed már, ugye? És további dolgokon gondolkozol, jó, akkor holnap nem lesz foci. Ez is működik, vagy egyelőre most ez működik, mert az most nagy szerelem. Aha. Tehát ez most egyelőre nagy szerelem. Egészen addig, amíg rá nem jön, hogy focira viszont úgy is elviszed, igen, mert neked is fontos, hogy mert járjon. Te is szereted, meg örülsz neki, hogy mozog. Igen. Tehát elfogynak az eszközeid, és ahogy nő a gyerek, úgy kell egyre keményebb dolgokat bevetni, kitalálni, finoman megzsarolni, hatni rá, elvenni dolgokat. De vannak esték, amikor tényleg azt érzi az ember, hogy ez nem. Te tehetetlen vagy. Mert egyszer átlát rajtad. Na és nem, tudod mivel bezsarolni. Tehát a focir is azt mondod, hogy nem viszlek el focizni. Ha nem csinálod meg, akkor nem lesz edzés. A gyerekbe bekattam, hogy hát lehet, hogy a fater tényleg nem viszel edzeni, akkor nyilván elkezdesz jól. De aztán látod, hogy puhulsz, te is tudod, hogy edzésre viszont menni kell. Persze. Mert az tök jó, a gyerek hat meg addig is nyugi van, amíg ő edz. Tehát itt elköveted azt a hibát, hogy visszakozol. És itt vége van. Itt a gyerek előtt megdőltél, mert az előbb azt ígérted, hogy nem viszel focizni. Most meg akkor mégis megyünk focizni. Na hát. Igen, mi az, ami vajon hosszú távon működik? Tehát mi az a nevelési rendszer, ahogy te tényleg minden este tudsz úgy rájuk hatni, hogy induljanak el, és kezdődjön el az este. Azt mondják, hogy rossz, amit csinálunk, mert nem, igen, a negatív dolgot kéne nyomni, hanem a pozitívat. Tehát ha megcsinálod, akkor neked jó lesz. Aha. Nem az, hogy ha nem csinálod, aha, meg, akkor neked jó rossz. Jó, de azért ember legyen, vagy szülő legyen a talpán, aki minden este úgy indul neki a 150. lefekvéstek, hirdetéstek, vacsorának. Én is csak ezt elméletben tudom. Hát ha most szépen végülöd ezt a vacsorát, és olyan aranyosan bemész utána mesét nézni holnap, olyan ürtös kalácsot csütök neked. Tehát azért ez a gyereknevelés azért ez nem így működik. Nem megy. Ideges vagy, feszült vagy, nem ugrik a gyerek, nem megy be a kádba, ekkora a fejed, állsz a fürdőszobába, két gyereked van, az egyik löki a habot ki a falra. Tehát azért ez... Meg a sok pozitív ígéret is. Könyvekben ezt olyan egyszerű leírni, de mindig azt gondolom, hogy akik ezeket a könyveket írták, valójában sose volt gyerekük. Vagy valamit nagyon jól csinálnak. Vagy ezzel volt, de nagyon-nagyon elszórták, és ezzel később jöttek rá. Igen, és addig megírták ezt a könyvet. A könyv már bestseller lett.
Igen. De akkor visszazsarol. Meg az van, hogy akkor azt hiszi, hogy azért kell valamit megtenni, mert akkor ő elvár valamit cserébe. Tehát ez se jó, nem? Igen, de mondjuk alapvetően olyan humánusabb lenne, meg olyan szimpatikusabb, amit a Feri mond, hogy ne fenyegessél, tehát ne egy negatív dolgot lebegtessél meg, hanem egy pozitívat. De mi van akkor, ha például mondjuk Balázsik példájából indulunk ki, és azt mondjuk, hogy akkor Beni, ha most elmész fürödni, akkor holnap egy perccel több mesét nézhetsz majd, tehát 11 percet. És aztán majd évvégén azon veszed észre magad, hogy a gyerek már 5 órája már 300 percet adtál neki az év. Minden egyes napján adtál neki egy percet, és a végén az lesz, hogy a gyerek már másfél órákat néz meséket lefekvés előtt. És arra mivel a Gru 2-t tudod már, igen, ő is annyira úgy, ahogy elad. Igen. Ő is annyira jó, és úgy, még nézzük meg a Verdát. Én nagyon sok módszert hallok barátoktól, ismerősöktől, tehát én hallok sarokba állítást, lépcsőn ültetést. Ki nyalja be a sarokba állítást? Hát csomóan még. Nagyon sok az a kukoricat érdelés van. Lépcsőre ültetik, amíg megnyugszik. Majd eljutok a rajszegek is. Bezavarja a szobába, és a gyereknek kell kijönnie, ha megnyugodott. Van egy büntető lépcső, ahova leülteted az a szégyen lépcsőt, és akkor... Szégyen lépcsőre ülteted a gyereket, és akkor... erre lehet használni. Igen, nálunk ugye nincs lépcső a lakásban, de egyet csak így oda átámasztottam a falhoz, az a büntető szégyen lépcső. Szóval, hogy nagyon sok ilyen módszer van. Én nem tudom, például sarokban mi nem nagyon állítjuk meg, nekünk nincs ilyen szégyen lépcsőnk. Hogy arról szól, hogy elkövet valamit, akkor oda leülteted. Ezt valahogy nem. Ezt nem és csináljuk. Az van, hogy bezavarod a szobába, és döntsd el te, hogy meddig vagy büntetésben. Én ezt egyszer próbáltam meg, Somogy, egy fél perc múlva, két szerintem lejárt a pa. Ja, igen. Nem jó. Ugye? Hát vagy nem. Amikor a negyedik sarokba állítod, de is jön ki, igen, a gyerek. És akkor kérdezem, ki, hogy de is megbántad? Tehát tudod, hogy miért kaptad a büntit? Tudod, hogy azt nem, de már kijöttem, szerintem vége. Hát most de erre nem mit, rossz. Mit mondasz? És mit csinálnak a mongolok egy jurtában? Ott hova állítják a gyereket? Nincsen sarok? Kiállítják a jurt elé. Hát nehéz, ez egy valóban, igen, értem, hogy milyen állapotok lehettek nálad tegnap. De úgyse, tehát nem tudsz erre a pozitív dologra rámenni, mert és próbáld magad nyilván arra rávenni, hogy jó, ígér be valamit, de az, amit te mondtál, az se lehet, hogy állandóan csak jutalmazod a dolgot, meg elborul az agyad. Tehát elborul az agyad, igenis fogsz üvölteni neki. Nem mondja senki, hogy nem üvöltök a gyerekével. Kiabálsz, persze. Nem, az, hogy nem emeled fel a hangot 10 évig, akkor ebihal vagy olyan idegrendszered van, amire tényleg te 10 éveket kéne nevelni. Volt az a kövér babysitter, aki mindenhol beköltözött. Volt erről egy sorozat, nem néztétek? Igen, a hosszú hajú, nagyon cuki csaj, bement mindig egy olyan bűros családhoz, ahol 4 gyerek lógott a csilláról, az anya és az apa ölte egymást, az apa még ivott is, az anya kísért szemekkel, és 5 nap alatt rendbe rakta. Hogy egyszer ezt így úgy megnézném, hogy jöjjön már el. Lehet. Arról szól, hogy 5 napot ott van, na most kérdés, hogy mennyire manipulálják, meg milyen szereplőket válogatnak, nem tudom, de mondjuk eltekintünk attól, hogy ez egy televízió műsor, és elhiszük, hogy valójában 5 nap alatt rendbe tudja tenni. Csak mond jó dolgokat, hogy tud a gyerekre hatni, hogy összepakolja a ruháját, egyre sem emlékszem. Te figyelj, mikor a Viki terhes volt, az összeset megnéztem. Én vettem, volt idő, amikor ezeket vettem. Na, ez a ültem, másik, a ruha. Viki terhes volt, és néztem ezeket a műsorokat. Figyelj, olyan okos leszek. És a nő barátot és ezt elindította meg a három gyereket. Csak mondom, hogy mi néztük azt a műsort, semmire nem szuper, emlékszem belőle, az összes jót, mi azért néztük Mónival konkrétan, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy nálunk nincsen nagy baj. mert abban olyan gyerekek voltak, hogy tudod, így nézted, és azt mondtad, hogy basszus, a világ legjobb gyereke a miénk, ezekhez képest. Minden relatív, igen. Meg kell nézni egy ilyen műsort, és azt gondolod, jó van, azért olyan nagy baj nincs. Igen. Ilyen is lehetne, de nem ilyen. Hála jó Istennek, és mi boldogan kapcsoltuk ki a tévét, és utána mentünk, és próbáltunk meg a gyereket lefektetni. Igen, és tök mindegy. Így van, akkor már mindegy, mert ehhez képest basszus, a tündér a mi gyerek. Igen. Hát nem mondom, nálam, ezt nem esetem, nálam ez a végét akkor járom, amikor azt mondom, hogy oké, Beni, ha ezt folytatod, holnap nem lesz semmi. Igen, nem jó. Lesz tényleg. Semmi. Gyerek, és semmi. Ezt most hogy értsem? Mi az, hogy semmi? Semmi. Most beszéljük meg. Reggeli. De mi az a semmi? ez a végén állam. Amikor azt mondja, jó, holnap nem lesz semmi. És a gyerek röhög egyet, tudod? Igen, mert értelmezhetetlen kicsit, valljuk de meg. De hogy itt ekkora a fejem, és egy ideig működött, most a már... A nirvánára gondolsz? Semmire. A semmire semmi. Gondolsz. Még az semmi lesz. Nem lesz. Nem, mire gondolsz? Semmire. Akkor most gondolsz valamire, vagy nem gondolsz? Nem kelünk föl. Nem is fürdünk. Semmi. Semmi nem lesz. Egy ideig ettől megrémült.
ha nem lesz semmi, az nem jó világ. Jól összezavartam. Jól összezavartam, 3-3 és fél évesen, 6 és 6 évesen, ez már aztán nem mondom, hogy... Ferja csírva, mert az semmire gondolt, amit totálisan értelmeztetett, és megfoghatott a számára. Jön a semmi. Nem lesz semmi. Most már azért ez így 6 évesen, igen, kevésbé. Kevésbé. Nem látom rajta azt a fajta rémületet, ami kicsit elégedett jöget töltött el, amikor 4 éves volt, és azt mondtam neki, hogy csináld csak, csináld, te tudod. De holnap nem lesz semmi. Sem, hát abszolút nem, Jó, de akkor neked egyre keményebb fegyvert kell bevetni majd ellene. Ő meg egyre inkább lesz ellenálló. Hát, mi lesz 11 éves. De az a baj, hogy már Jolly Joker bedobta. Ennél durvábbat nem tud mondani. Nincs durvább fegyverem. Nincs. Holnap nem fejlesztettem ki. Ha nem csinálod meg, akkor holnap lesz valami. És akkor elkezd. Mi lehet az? Jó vagy rossz? Vagy érted, jön a senki. Igen, a senki, és elvisz, sehova, nem leszek én, se anyát, se én, a senki lesz itt, és semmi nem lesz vele. És ilyen teljes elégből kapott dolgok, tudod. Szóval a gyerek szegény. És gyerek, igen, szorongva fekszik magzatpózba, ilyen kettőkor nagyon félve égő lámpánál, hogy az apja szét... Apa, itt vagytok még? Az apa szétrémizgete. Még én most a gyerekeiddel vagyok, azért én abban bízom, hogy egyszer annyira fölidegesítenek, hogy rágyújt azt. Tehát azért én most ebben a harcban kicsit hogy mit érzel, de azért nekik drukkolok. Tehát hogy azért én azt örülném, hogy annyira fölhúzzának, hogy remegők kézzel rágyújtanál egy száz cigire. Azért az nem lenne rossz. Azért az nem lenne rossz. Na, drága hallgatók, leginkább szülők. Azt hiszem, hogy ők értik igazán ezt a beszélgetést. Akinek nincs, az most kicsit úgy tétlenül toporog, és azt mondja, hogy de fura lehet. Ah, és ők írják azokat az SMS-eket, hogy mindent meg lehet oldani következetesség. Jaj, persze. Jó, igen, hát én még soha nem ordítanék a gyerekemmel. Van egy-két ilyen szülő, igen. Puff. Ezeket a beszélgetéseket leginkább a játszótéren szeretem hallgatni. Ki a jobb anya, kinek jobb a gyereket? Azok, akik egyébként ezt mondják, ott általában nagy a baj. Tehát, hogy az jön neked azért kompenzálisan, igen, elmond, aztán hazamegy, és akkor ott a totális. És úgy megveri a saját gyereket. A hetedik bugyra. 6 éves gyerek, egy 20 klopfolóval agyonveri az anyát. Nézzük meg, hát ha kapunk valami hasznos tippet. Amikor elborulni látszik a dolog, világvége van, esti fürdetés, milyen fegyelmezési módszereket vettek? A végső érv. Mi a végső érv? Amikor a gyerek tényleg nem akar kádba menni, ugrál az ágyon, rossz napja van, nyűgös, és neked is rossz napod volt, dühös vagy, és azt érzed, hogy nem, nem vagy alkalmas. De akkor nem zuhányzol! Hurrá! Hát érte, sörül nekem, utána zuhányozni. Igen, amikor egy szülő úgy érzi, hogy na most... Akkor zuhányzol! Most csapott össze a feje felett a hullám, nem vagyok jó szülő, bénán csinálom, elrontom, valamit nem csinálok jól, az a szülői élet nagy dilemmája, hogy állandóan bizonytalan vagy, nem? Hogy elrontod, vagy nem rontod-e? Mi a végső érv? A semmi. A semmi kíván. Akkor holnap nem szólok rá a mamára, amikor majd nyálas kézzel törli le a maszatos arcodat, és tudom, hogy utálod. Igen, lehet ez is. Mivel fegyelmezitek a gyereket? Írjátok meg nekünk, melyik módszer működik? Mi az, ami nálatok bevált? Hány éves a gyerek, azért az nagyon fontos. Igen. Jó? Hány éves a gyerek, azt azért tudjuk, hogy még se kezdjük el, ha mondjuk valaki olyat ér. 8:30 pontosan várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz. Pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánom mindenkinek. Jönnek a szülői tanácsok, hogy ki hogy fegyelmezi a saját gyermekét leginkább este, amikor ugye hát sok a teendő. És vannak, akik tényleg hát a fegyelmező nevelésben hisznek, vannak, akik a pozitív nevelésben, érdekes SMS-ek vannak. Nálunk a 4 éves kisfiamnál bevált a barátságunk felfüggesztése. Ha nem csinálja, amit kérek, addig megszűnik a barátságunk. Peti küldte nekünk a címzőben. Versenyt rendezek köztük, ki lesz hamarabb kész este, de nincs jó praktika, mert az 1000 kreatív ötlet kellene, 2, 7 és 9 évesek apukája vagyok. 3,5 évesnél még működik, hogy körülbelül szeptember végétől, ha rosszat csinál, akkor figyelmeztetem, hogy a Mikulás már írja a jó gyerekek listáját, és mindent lát. December 6-a után a Jézuska figyel. Januártól a nyuszi. A gond áprilistól augusztusig van. Nagyon jó. Csak van ott egy születésnap, egy évnap, vagy valami, egy nyaralás, bármi. De ez jó, tehát mindig látnia kell valakinek. Nyuszi, Mikulás, Jézuska. Ez igen, jó. Mert ő megfoghatatlan. Nem lesz tűzi játék augusztus 20-ára, az a áprilistól kibírod, nem? Az meg, április, igen. Tűzi játék, valami erősebb kell. Augusztus 20, augusztustól már jön a Mikulás. Uh-huh. Jó, hamar jön az a Mikulás augusztusban. 30 fokban hát, attól, már figyel a Mikulás, igen. 5 éves a fiam, amikor szépen akkurátusan elkezdem felpakolni a szekrény tetejére a Batman-es legóját, akkor varázsütése megszerítül. Ez jó. A játék elvétel. Az is egy szinte jó dolog, igen.
6 éves voltam, anyukám sietett a fürdéssel, mikor kihúzta a dugót a kádból, ezt mondta, gyere ki gyorsan, mert feljön a béka. Kiugrottam a kádból, pofára estem a fürdőszoba járó lapját. Feljön a béka. Jenny, René küldte nekünk, köszönjük. 5 éves gyerekek soha nem húzott papucsot otthon. 100 rászólás után mondtam neki, ha nem húz, akkor ráragasztom a lábára. Aztán festőszalaggal körbetekerem, abban aludt utána, csak ránéztem, és már ugrott is a papucsba. Attila küldte nekünk. 3,5 éves kisfiam elég bakacs, de már 4 hónapja működik az, hogy ha nem megy fürdeni, akkor azt mondom neki, hogy csak forró vizet engedek be, és ő bele, és ő lesz a teafilder. Már indul is fürdeni. Robi küldte nekünk. A gyerek nem akart aludni, sokáig próbálkoztam alvásra kényszeríteni, nem ment lámpa, felolt, tévé bekapcsol, felhangosít, és mondta, hogy ma nincs. Mondtam, hogy ma nincs alvás egész éjjel. Megijedt és könyörgött, hogy aludjunk, 5-6 éves volt. Ez nem rossz. Igen, hogy teljesíted, amit kér. Nem akar aludni. Tévézni akarsz, akkor tévézni fogsz. Oké, de akkor reggelig. Nincs alvás, és nyilván 2 perc. Kicsit kemény, de jó. Nálunk anya összeveszett a 4 éves bendével, mondta neki, hogy ha nem fogad szót, fogd a kis hátizsákot, és keresd magadnak jobb szülőket. A fiam eltotyogott, majd hozta a kis hátizsákját, kiúzta a cipzárat, belenézett, majd megszólalt. Á, ebben sincsenek jó szülők. Petya, 974 küldte nekünk. Minden után a legjobb, ha nem csinál semmit. Azt mondod a gyereknek, oké, nem érdekel, csinálj, amit akarsz, és ott hagyod. Ettől olyan mértékben lefagy, hogy megcsinálja, amit kell, mert elmúlt a jelenség, aminek ellen kellett és lehet állni. Persze csak ritkán nem bevetni, hogy ne kopjon el ez a lehetőség. Többször betettem ruhástól a fürdővízre, a fürdővízbe, ez annyira kiborította, hogy 1 hét után magától tépte le a ruháit. Most 7 éves, Szilvi küldte nekünk. Ez se rossz. És akkor meg is van a mosás is. Kicsit átöblíted a gyereket ruhástól. Előmosás. Előmosás. Igen, nálunk az elektromos sokkoló mindig működik, ha a gyerek nagyon visztizik. Kaptuk ezt is SMS-ben. Szilvi vagyok, Tiszaújvárosból. Nekem 7 éves fiam van. A lefekvés problémás dolog nálunk is. Én hagytam egy ilyen feladott alkalommal később lefeküdni. Reggel 15 perccel korábban ébresztettem. Mondtam neki, hogy ugye, megmondtam, milyen fáradt leszel. Sajnáltam, de abszolút megérte. 14-12 évesek a gyerekek, ha jön a hiszti, mehetünk a hideg víz alá. Oh. Csak annyi történt, hogy felkaptam a gyerkőcöt, és hideg vízzel megmostam az arcát. Ez mindig bejött. A végén már csak emlegetni kellett a hideg vizet. Aha. Ez persze csak a kisgyerekeknél megoldás, a kamasszal nem megy. Hát igen. Felkapod az 50 kilós gyereket. Igen. 7 éves a gyerekünk, ha a férjem nagyon mérges, csak annyit szokott mondani, minden kedvezmény meg lesz vonva. Tündi küldte. De hogy micsoda. Tündi küldte nekünk. Az én szófogadó gyerekeim 14 és 12 évesek, semmi nem működik. Én magamban számolok a túlélésért. Egy időben működött a rossz anya színjáték, ahogy ők viselkedtek, úgy tettem én is. A kiabálás semmit nem segít, ők is ugyanígy fognak kommunikálni. Még pár éves kor lesz, addig számolgatok. Tökéletesen egyetértek veled, sorstársam vagy ebben. Hogy pár éves vagy gyakorlatilag semmi nem működik. Ja? De te is akkor egy vidéki egyetemet nézték ki a lány gyereknek, mi? Nem, külföldi. Külföldi bentlakásos. Igen, külföldi bentlakásos, másik kontinens. Az első fél évben nem hazajövős. Igen. Nem meglátogatós. Kicsim, tudod, hogy drága a repülőjegy. Szigorú. Szigorú, kemény. Közben otthonról elköltözős. Eltűnős. Eltűnős. Telefonszám megváltoztatós. 4,5 éves kislány nagyon huncut, de ha nem csinálja meg, akkor 3-ig számolok, 2-nél minden működik, nem tudom, mit fogok csinálni, ha egyszer eljutok 4-ig. Balázs küldte nekünk. Ez is jó. Igen, hogy 1-2-3, mi történik a 3-nál? Uh-huh. Nálunk is ez működik, nem jutottam el még 3-ig, de ha egyszer el kell jutni, mit csinálok? Azt mondom, hogy 3-ban leszel. És előbb-utóbb egyébként a Benit is el fogja kezdeni érdekelni, hogy vajon akkor mi történik? Igen, nézzük már meg egyszer, hogy mi történt. Nagy baj nem lehet belőle. Azt üvöltöttem a nagyobbik lányomnak, mikor 10 éves volt, hogy amíg az én házamban laksz. Erre azt mondta, ez nem a te házad, a Jánostól béreljük. Tök király. Magas gyerek. Igen, aztán próbáltam az, amíg az én kenyeremet eszed mondattal megfegyelmezni, amire simán kirögött, hogy ő nem eszik kenyeret. Igen, az ugye, hogy így, hogyha már egy kicsit nagyobb vagy. És akkor engem elborul az agyam, és mondom, hogy megint nem a lényeget érted belőle. Nem, kit érdekel az, hogy ki a kenyér? Uh-huh. Vagy hogy ki veszi? És erre egy idő után azt fogja mondani, hogy nézd apa, ha érvelsz, érvelj jól. Igen, de most nincs logika az érvelésedben, apa, az a helyzet. De van benne, csak ő nem arra gondol, érted? Tehát ő ezzel leragad ezen a kenyér problémán, ez állunk is. Nem, valójában ő kristálytisztán gondolkodik, érted? De nem ezt túl, kell lássa túl intelligens, benne. Túl okos a gyerek ahhoz. Ahhoz, hogy megértse azt, hogy itt most nem a kenyér a probléma, hanem az, hogy azt a másik problémát, amit ezt elővettem. Apa, hanyos volt anatómiából? Nem a lényeget fogod meg! De nekem a Benny 5 vagy 6 évesen közölte, hogy ez az ő háza is, mert hogy ő már ide született, mi meg csak ide költöztünk. És hát mondom, azért még nem kérjük ki a tulajdoni lapot és írjuk át, de hogy
Mondta, hogy hát van benne logika. És tök jó. Mi csak ide költöztük, de már ide jött. Ez az ő háza is. Figyelem kell, hogy 18 évesen ne úgy ébredjek, hogy nincs semmi. Semmi nincsen, mert a gyerek kiforgatott egy perc alatt. Költöz, fater. Ez konkrétan, mert ezt elmondta így, hogy lehet itt szórakozni, nehogy ez innen ő nem megy el. Tehát már most tulajdon jogot formált arra. Igen. Törvényes örökösként. Anya nem haragszik rám ebben a pillanatban, és ez egy közösen szerzett vagyon. Csak a fel a tied, apa. Igen. Ne felejtsd el. Igen, ismerem a BTK-t, PTK-t, mindent. Abszolút felkészültem. Én megmondtam a gyereknek, ha nem jól viselkedik, nem megyünk sörözni hétvégén. Petika 34 éves, de nagyon jól működik. Azt mondja, hogy begurítottam a kosárlabdát a fél évig épített legóvárába. Vannak azért könyörtelenebb megoldások. A szülő gurította be? A szülő begurította a legóvárba, igen. Igen, nem mész fürdeni, ne nézd csak. Igen. Szódaspritz, nálunk ez működik, csak egyszer kell lelőni a gyereket, utána elég célozni. És meg ilyen buzogányos küldte nekünk. Nálam bevált a számolás, egyszer megcsináltam, hogy 3 nap pohár vizet öntöttem az arcába a gyereknek, most már csak számolni kell, kezemben tartani a pohár vizet. Orsi, érte meg nekünk. Ez arcon önteni a gyereket. Igen. Ezzel a vízzel vigyázni kell, meg ezzel a letusoljuk hideg vízzel is, azt mondják a szakemberek. Mert? Hát mert hogy egy örök életre megutálja a vizet, félni fog tőle. Nem fog fürdeni? Nem mer majd bemenni, úszni például, nem fog tudni megtanulni rendesen úszni egy ilyen trauma miatt, hogy a szülő hideg vízzel. Tisztán is szavort. Az meg nem baj. Az nem baj. A bröcsöt életre meggyűlöli. Azt nem lehet meggyűlölni, ez más. Nálam ez a telefon megsemmisítés, ez járt mindig az eszemben, vagy áll mindig. Hát az nálatok már az egy jó eszköz lehet. Vagy, és kivenni a kezéből, és akkor ilyet széttaposni a sarkammal, és szétütni az öklömmel, jó, és mindig arra gondolok, igen, csak az, mindig arra gondolok, hogy nekem kell majd újat venni. Hát, magaddal szúrsz ki, igen. Na jó. Hát köszönjük az SMS-eket. Igen, nem könnyű. Nem lett nem bejjebb, de köszönjük. De legalább így, hogy van egy csomó sorstás. Így ez egy picit könnyebb. Mindig jól beszélget az ember, olvasás, hogy jól van. Nem? Igen. Tukat, vagy nem, gondolod, nem, hogy jól van, de nem ő van a legszarabbul. Ugye? Mindennél van rosszabb. Igen. Fehérvár elkerülő halál, ezt Pál apuka küldte nekünk. Az M6-oson a 62-es és 63-as kilométer között két kutya van a pályán. Kinder Bandi üzeni. Pilisvörösvár, Florián tér 2 óra alatt értem be. Ez rekord. Atya Isten, Kinga küldte nekünk. 4 tűzoltó érkezett az Árpád-hídi metró megállóba, valamint az M7-es 132-es kilométerénél trafiznak. Köszönjük szépen. Játszunk, itt van a játékosunk, 3-as ugrás, játszunk már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia! Hello, Kriszti! Honnan hívtál minket, Kriszti? Innen Budapestről, a szomszédból, 13. kerület. 13. Ennyi? Kerület. Hát a legjobb kerület, kész. 13. kerület. Van gyereked? Nem, nincs. Nincsen? Nem tudtam a témához hozzászólni. Akkor hát ezt te még nem érzed át. Ezt a sors közösséget, ami bennünk egy gyerekes szülőket egy ilyen témánál így összeköt. Majd eljön az idő. És téged szüleid mivel inspiráltak, amikor nem akartál szót fogadni? Hú, rég volt már a gyerekkor, ezt igazából anyukám tudná megmondani, de azt hiszem volt ilyen számolós is, hogy 1-2-3, meg azért volt így a fenekünkre csapva is. Na hát ez hatásos, igen, ez hatásos lehet. Nem biztos, hogy jó, de mindenféleképpen hatásos. Milyenek a kérdések, Jani? Hogy a klasszikus műveltségi kérdésről. Igen? Könnyű, nehéz? Igyekszem majd. Menni fog szerintem. Remélem. Na nézzük. Így szól az első kérdés. Melyik ókori görög költőműve az Odüsszeia? Homérosz. Az. Menjünk tovább? Menjünk, persze, játékom. Így szól a második kérdés. Melyik sportág olimpiai, világ és Európa bajnoka Vörös Zsuzsanna? Valami fizis lehet. Mi lehet? Vizes, valami nem. Vörösben jött. Öt tusa. Jó. Jaj, de látszívek voltunk, kapta egy csomó időt. Ez nagyon jó. Mit csináljunk a harmadik kérdéssel? Játszunk, harmadik kérdés. Maximum bumozak. Igen, menjünk? Milyen kérdés egyébként? Milyen típusú? Ó, nagyon kíváncsi. Igen. Nagyon kíváncsi kérdés. A kérdés típus az, hogy kíváncsi? Általános műveltség.
Jó. Mehet? Menjem. Hányan viselhetik egyszerre a Nemzet Színészet címet? 12-en. Na, hát azt a becsárját! Egész gyors volt. A harmadikra adtad a leggyorsabb és a legmagabiztosabb választ. Tök jó. Szóval nem tudtad ilyen jól? Azért így filmekben, színészekben azért viszonylag erős vagyok, úgyhogy ezt biztosra tudtam. Ez nagyon szép, szép megfejtés volt. Jól van, megvan az ajándékcsomag. Jó? Küldjük. Köszönöm. Küldjük neked, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Örülsz, régóta szeretél volna? Nagyon. Hát igen, mert a órára már nagyon régóta hajtok, és így mondtátok, hogy koncert, meg kinyitható, és így nagyon dögös. Kellett. Az egy jó kis óra, szeretik. Igen, igen, igen. Küldjük, jó? Köszi a játékot. Nagyon szépen, köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Az előző téma kapcsán azon gondolkodtam, hogy Tóth Gábor mivel fogja inspirálni a gyerekeidet? Amíg az én csicsókámat szed. Nem lesz többet. Amíg az én kölesemet. Amíg az én amaránt lisztemet. Eszed addig, az lesz, amit én akarok. De mi van a NASA-val? Mondtak valamit, hogy hánykor kezdenek? 11 óra 30-kor lesz a szenzációs bejelentés. Milyen idő szerint? 11 óra 30, szerintem ez magyar idő lehet. Magyar idő? Akkora, hát akkor éjjel tartják a sajtótájékoztatót akkor? A tököm tudja, az van ideírva, hogy 11. Nyilván lehet, nem a magyar idő szerint. Így van. Nem? Így van. De hogy ez... ottani idő szerint, igen. Ez délelőtt vagy éjjel? Hát AM vagy PM, ott van valami? AM-PM, segítek. Várjál, azt mondja, hogy... nincs. Semmi? Nincs. Ilyen? Figyelj, 1.44-kor AM... írták be ezt a posztot, akkor, hát gondolom, akkor AM 11.30 lett. Aha, na meglátjuk. Igen, mert ha itt 11:30, akkor ott ugye az elég korán van, úgyhogy ez nem biztos, hogy az jó időpont. Na akkor kíváncsi vagyok. Nicsoda. Akkor a AM. AM 11.30, akkor? Hát ennyi 8-at kell rádobni, vagy 10-et? Vagy hát, levonni? Attól függ, hol melyik oldalon vannak. Attól függ, hogy hol vannak. Hát, hol lakik a NASA? Orlando mellett, nem? Igen. 6 óra. 6? 6? 6 vagy 68 cent a pontosan. Na, nézzük még gyorsan egy közlekedést, mert hogy van, ami fontos lehet. Az M6-oson vannak kutyák a 62-es kilométernél, és az M0-áson a Halásztelki lehajtónál a Mihelis Norbinak a Hondája csattant egy másik autóval, ezért alakul a dugó. Én megálltam, hogy segítsek neki, mert én is pécsi vagyok. Azt mondták, minden rendben van. Ezt Gábor küldte nekünk. 4 tűzoltó érkezett az Árpád hídi megállóba, hogy nem jár a 3-as metró, vigyázzatok egy bizonyos szakaszon, ott pótolják a metrót és buszokkal próbálnak menni, valamint Szigethalom, Szigetszent Miklós és Halásztelek 45 perc az átjutás és a bejutás, ott is óriási dugó van egy baleset miatt, úgyhogy próbáljatok kerülni. Az M3-as metró ismét a teljes vonalon jár. A menetrend szerinti forgalom, helyreállításai, buszok is segítik a közlekedést. Azt, de akkor most ebben nincsen némi ellentmondás. Eloltották hát a tüzet. Van, alul lehet közlekedni, és de aki picit még felül még is. Ezt nem tudja, hogy eloltották. Mert lendületből azt, mennek a buszvezetők is. Menjen fönn is. Két vonalt is ki lehet próbálni. Ez menő, igen. 5 perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jár a 3-as metró, többen kérdezitek tőlünk, hogy mi a helyzet, elindult. Úgy néz ki, hogy elindult, beloltották a tüzet, ha tűz volt, vagy hát legalábbis tűzoltók mentek ki az Árpád hídhoz, megoldották a dolgot, és minden rendben van. Megindult. Igen. Jár. És a menetrend szerinti forgalom helyreállásáig, teljes helyreállásig még pótlóbuszok is segítik a közlekedést. Azt hogy tudsz örülni ezeknek a híreknek? Lenn is, fönn is. Így van. Örülünk. Jó, tényleg. Örülünk. Jó. Ha valaki azért borzalom. Ez mi borzalom? Ja, az lehet, hogy zenére gondolt? Nem jött a Well Hello? Nem jött be annyira? Ez Well Hello, vagy Gyere és táncol. Gyere és táncol, így van. Ez egy feldolgozás. Klasszikusnak a feldolgozása. Igen. Szóparti volt az eredeti? Tényleg? A szóparti betében és a Well Hello diázában az a közös, hogy egyikőjük se tud énekelni. Nem, a diáz tud, ne mondjál már ilyeneket. Egy félét, de tud. Ellőtték a füledet?
Hát azért az... Hogy? Tessék! Kóreában? Teflomból van a füled. Most elkezdtem a fluorapon, megkérdeztem, hogy az megtanult-e már énekelni. És mit mondod, nagyon örülött, nagyon. Hát alakul. Alakul a dolog. Azt mondja, hogy az M7-es Budapest felé megint áll az M1-es, M7-es közös szakasz előtt, aki tud, kerüljön. Várpalotán a 8-as úton a megszokott helyen, a busz megállónál mérik a Fehérvár felől érkező autókat. Szép napot, Kata. Aztán trafik Kisbér bejáratánál Komárom felől. Azt mondja, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a Volkswagen most válaszul nyilvánosságra hozott egy tanulmányt, miszerint az Amerika szabványos autók 33%-kal veszélyesebbek az ember életre, mint az EU szabványok. Magyarán ennyivel rosszabbak a töréstesztek. Aha. És ez most a károsanyag kibocsátása, hogy áll párhuzamosban? Aha, tehát hogy ez az ő felelősségüket abban az ügyben, amiben őket elmeszelték, abban milyen szinten játszik ez közben? Meg hát az az amerikai szabályozás. Ha ők úgy érzik, hogy az nekik elég, akkor annyi. Tehát hogy azt mondják, hogy az előzetes ilyen kalkuláció szerint egy albániányi mennyiségű károsanyag kibocsátás plusszal rendelkeztek ezek a járművek. Tehát gyakorlatilag egy országnyi. Hát lehet, hogy most így támadásba mentek át. Hogy akkor most ők mindenkinek oda csapnak. Nem igen, tudom. De csak ettől de és ők, ez egy érv. És azok ott. A Volkswagen vezér havi 1 millió eurót keresett. Olvastam egy elemzést. 1 millió eurót. Uh-huh. És most még azon dolgozik, hogy ő úgy szeretne elmenni, hogy még azért azért szeretne egy komolyabb végkielégítést szeretni. Tehát a havi 1 millió plusz ugye juttatások. Hát azért a számolt ki gyorsan, hogy a havi 1 millió euró azért az egészen jó kapott felső. Egészen jó felső. Tessék? Szolgálati kocsi. Ami egy régi jettával meg egy ilyen Nokia 8320-assal azért járt, hogy megdobták. Igen. De az jár neki alanyi jogon. Tehát addig, amíg ő nyugdíjt kap a Volkswagentől, addig jár a jármű is a cégtől. Aha, tehát használhatja. Igen, a nyugdíj folyosításának végéig addig kap majd egyet. Tehát amíg meg az amerikai piacra szánt. Passzátok közül. Jó, az. Így van. De állítólag a végkielégítés nem merik majd neki kifizetni, vagy legalábbis azt mondják, hogy nem biztos, hogy kifizetik. Abban az esetben fizetik ki, vagy járna neki, hogy bebizonyosodna az, hogy semmiféle köze nem volt ez az ügyhöz. Márpedig nehéz ezt elképzelni. Igen, de azt mondják, hogy a balhé az sokkal korábbra datálódható, mint amióta ő elnök. Aha. Tehát akkor ő nem tudott róla? Nem tudott róla, és akkor elviekben járna neki a végkielégítés. Tehát még az létezik előző... szerinted, hogy egy vezérigazgató nem tudja, hogy bent van egy olyan... Tehát az előző elnöknél ezt elindították, ezt a sztorit, hogy gyerekek, tegyünk be ezt a szoftvert. Az elnök úr elment, jött az elnök, és akkor ott az alelnökök azt mondták, hogy figyeljetek, ne szóljunk már. Ne mondjuk meg neki. Olyan jó fej, nem? Ne bukjál már el a végkielégítést. Ne legyen, hagyjuk, csináljuk tovább, ne szóljunk neki. Na ne már, na ne. De ez így van. De nem kell félteni szerintem végkielégítés nélkül sem. 1 millió euró. 1 millió euró. Azért az kemény, nem? Igen, el lehet lenni már vele. Igen, hát volt egy érdekes cikk, hogy ez kiknek állhatott érdekében egyébként, hogy borultak meg, és hogy kik vannak, 5-6 nagy tételvel lesorol, vagy az amerikaiak, a kínaiak, ki volt az, aki ezt az egészet borította, és miért? Elektromos autógyártók. Miért? Most borították, igen, az Elon Musk, ugye, hogy a Teslától, hogy ez miért borult ebben a pillanatban, és miért így borult. Azt tényleg mondjuk, hogy ők most jól jártak, láttam itt a különböző kis tőzsdei diagramokat, és például a Teslának volt az autógyártók közül, egyedül a Tesla mutatott pozitív jeleket a tőzsdén. Tehát, hogy ők pluszosan zárták például a múlt hetet is. Miközben az összes többi autógyártó vastagon mínuszban volt. De hát ez nem jelent semmit. Hát ilyen jó hírek. Hát jó autók, biztos, hogy azért van. Igen. Kaptunk egy SMS valaki, azért nem szeretik áruló lenni, de péntek 10 órakor láttam Feri cízni. Nem azt tudom, van-e még fogadás. Üdvözlettel és picli. Több. Nagyon jó. Több ok miatt lehet érdekes. Mert én pénteken 10 órakor itt voltam, ez az egyik. Tehát, itt? Akkor én írtam. Tudod, mert mi az egy műsort készítettünk. 10-ig itt voltunk a Jánossal, tehát ezért sem lehetett. Hol láthatott téged 10 órakor cigizni? Nem tudom, nem láthatott cigizni, mert nem gyújtottam rá múlt hét óta.
Itt volt hétfő, ugyanebben az időpontban volt az utolsó cigi, amit elszívtunk közösen a Janival, meg veled is, hát én nem szívtatok bele, csak a füstöt. Érzékeltétek, de én is már csak, igen, kettőt, de milyen rendes voltam, végigszívhattam volna, két sok volt, és kidobtam. És innen hova mentél? Pénteken? Már az anonim nikotinfüggők közelében, ha egy leszoktató klubba. Anyámért mentem Nyergesújfalura. Ott volt. Ott volt a rakonyéknál. Nem láthatott, mert nem gyújtottam rá. Én elhiszem neked. Én tudom, hogy nem hiszed, de senkinek nem hiszed, csak annak, hogy úzd meg ezt a hajvágást. Én beletörődtem, én nem ajánlok olyat, amit én megbánok. Tehát én pontosan látom, hogy nagyon elszántak vagytok, egymásba kapaszkodtatok, mint a kislányok. Itt ugye többen, hogy erősítsétek, igen, egymást. Mint a kislányok! Tehát senki nem mert egyedül leszokni, hogy ilyen pertársaságok alapultak, és 8-10-en itt biztatjátok egymást, ölelgetitek egymást. Én ezt értem. Ez jó egyébként. De én ezt azért ajánlottam föl, mert én biztos voltam benne, hogy ezt megcsinálod. Tehát te nem mész bele egy olyanba, hogy aztán majd most itt lejáratod magad, hogy gyenge vagy, és nem október végén te valahol rágyújtasz. Tehát 99%-ra veszem, hogy december végén nekem le kell tolatni ajam. Hát én nem ajánlok olyat, amit egyébként nem mernék megtenni. Sajnálom azért, hogy ilyen könnyen csinálod meg, de már ezt elképzeltem. Próbálj meg megborítani, legyen nála cigi néha kínálni. Hát, nyomorult lenne, hogy megpróbálkozni, nem figyelsz. Olyan, hogy lever egy állast, elájulsz, teszek egy cigit a szádba, és ezt egy gyorsan lefotózunk. Kipeckeljük a szemeidet, tudod. Jól van, és dohányzik. Nem, nagyon fura. Egyébként azért egyre furább szituációk alakulnak itt a stúdióban. Az előtt is tanulja voltatok egy ilyen szitunak, amikor bejött az egyik kollega, aki szintén leszokott, és azt mondta, hogy szagoljam meg. Hm. És na, hallod? Miért szagolj? Hallod? Szagolj meg, milyen jó illatom van. Szagolj meg. Hát, szagolj de meg. És mit akart ezzel meg? Mert hogy neki sincs már dohányszaga, csak kávészaga. Meg csak a balcvíz szaga, meg csak... És ebből, figyelj, ebből a kombóból, az arcvíz, kávé, dohány, parfüm, izé, akármi, kombóból, most például hiányzott a kapcsiból a dohánynak az illata. Nem. És komolyan mondom, majdnem ide a bálgödrébe belecsókoltak. Komolyan. Azt írja valaki, hogy este 10, spicli 2. Jelentsetek, ha látjátok dohányozni. Akkor megúszhatom. Akkor kocsmában ültem a srácokkal. Kocsma! Kocsmában ültem, srácokkal, de nem gyújtottam rá akkor sem. Megkérdezzük. Hát valaki ilyetél, utána járunk. Nem viccelünk, hát vére megy, illetve hajra megy. Nem veszik föl, látod. De ez nem ér, hogy ilyet írtok, utána nem veszitek föl. De az nem korrekt. Nem korrekt. Az nem korrekt, hogy írtok, hogy láttátok a Ferit valahol, akkor azt bizonyítani kell. Tehát az nem elég, hogy láttátok a Ferit képpel, fotóval. Na, ez ennyi. Na. Istenem. Látjátok? Jó, ha igaz is pizli, akkor fedésben kell maradnia. Nem mentegesd, de... Azt derítsük már ki ezt a vérvételes kimutatja. Van ilyen. Na, van. Akár hónapokra visszamenőleg is. És egyébként itt jöhetne képbe az a dolog, hogy a Ferinek akkor is letolhatnánk a haját, hogyha egyébként nem ez a fogadásnak a tárgya, mert ott például a hajból. Hajból is ki lehet mutatni. Ahhoz elég egy szál is, nem? Nem. Másfél kilónyi szőr kell. Az egész kell. Azt a lelkasomról leveszem neked. A vérvételes az tökéletesen megbízható. De mit mutat ki, hogy hónapokkal ezelőtt dohányoztál? Akár akkor az, hogy néhány héttel mutatni. Korább, nem, néhány hétre visszamenőleg. Tehát, hogy de azt mindenképpen meg kell csinálni, nem baj, azt mindenképpen meg kell csinálni, hogy amikor hajletolásra kerül sor, akkor én fogom, és akkor ugye bedugom majd a kis hajvágó szettemet ide. Szépen, te is rákészültél erre, azért érzem, hogy azért benned is van némi kajánságot, te is nagyon várod ezt a pillanatot. Megvárom a vérvizsgálat eredményét, csak akkor kapcsolom be. Tehát, hogy szúrjuk meg a vágás előtt? Mindenképpen. Kéne, akkor kellene most venni egy vért, hogy milyen a vére, most mennyi benne a nikotin, és ha mondjuk 3 hónap, már nincs is annyi, október, de 3 hónapunk van még, akkor meg mennyi benne, és ha akkor csökkent, akkor nem gyújtottam rá. Hát, vagy azt fogjuk csinálni, hogy szúrópróba szerűen, úgyhogy te nem tudsz róla. Tehát itt ülök, Igen, mert ez a vérvétel, ez megmutatja neked, hogy az elmúlt 20 év, 48 órában szívtál egy dohányfüstöt, vagy szívtál-e valódi nikotint, és hetekre visszamenőleg megmutatja neked a véredből, hogy van-e benned bármilyen nikotin származék. Ha van, akkor az füst formájában passzív dohányosként szívtad be, vagy pedig tényleg rágyújtottál és elszívtál egy 100 cigarettát. Jó. Most innentől kezdve tulajdonképpen nem tart sokáig ugye az ellenőrt megvenni, megvesztegetni, rávenni, megsorolni, lenyomozni. Tehát, hogy azért nekünk is, még azért készülünk. Azért decemberig még hosszú az idő. Nem nyugszunk ebbe bele azért ennyire könnyen. Még vannak nekünk is lehetőségeink és eszközeink.
Már utána néztünk ennek a vérvizsgálatnak, van ilyen, van műszer. Be fogjuk hozni. De akkor, amikor nem számítasz rá. Akkor vége. Amikor te nem számítasz rá, akkor fogjuk ezt megtenni. Hát, meglátjuk. Nem is hiányzik egyáltalán semmi? Nem is eszel többet? Ugyanúgy érzed, nem vagy ingerültebb, dühösebb, érzékenyebb, nem sírod el magad? Hát hallott, hogy most még megint tegnap is mit csinált a gyerekekkel? Hát hallottad. A brutalizálja őket. De ezt eddig is, hát ez semmi változás. Hát igen. Eddig is ugyanez volt. Nem, vannak érdekes pillanatok benne, de nincs az a nagyon nagy vágy. Például a nagy vízválasztó volt ez a pénteki föröccsezés a srácokkal. Ott azt gondoltam, hogy ha ők rájöttenek, akkor... Rendesen szépen fröccsöztünk, igen, mert nem szoktunk fél munkát végezni, helyes, tehát a foglalkozás elérte a célját, ahogy szoktuk most mondani. Igen, egy 4 körül kúsztunk haza. És ott sem hazafelé 4 kézlába 13-ba? Semmi. Ott kerestem a csikkeket, pedig, de már el volt ázva, mint nem tudta fel. Nem álltál a batyira, én megállóban nézted a kukákat, hogy hol egy csík, amire még rá tudsz gyűjteni? Nem. Ott ültem mellettük, a többiek dohányoztak, már aki dohányzik a csapatból, és így teljes tök nyugalommal, nem is akartam rágyújtani, pedig ott elkaphatott volna a dolog. És ők se nyüstölnek? Nem. Ők a barátaim, tudod, tehát nem ti, hanem érted a különbséget, ugye? Nem. A barátaim szó tök idegen, mi? Tehát nem volt semmi, nem kínáltak mondjuk meg se, de nem is kértem volna. Valami átfordult bennem. Tulajdonképpen azon gondolkoztam most, hogy hálásnak kéne legyek irányodban, ti, vagy irányodban. Mert hogy annyira hát, erős az inspiráció, hogy azért nem, ez is hozzátesz? Ez most nem, ez most egyébként nem, hanem az éveken át tolt aljazás, érted, amit kaptam. És minden dohányos velem együtt, hogy mi a társadalom mocskai, pika dohányai vagyunk. Amit csinálsz, ez nagyon klasszik. Neked semmi nem jó? Nem. De ez semmi? Abszolút klasszik, amit tolsz. Tehát ez a bebizonyítom, hogy kemény vagyok, hogy férfi vagyok. Ez van, aki sportautót vesz, van, aki megütalmazza magát, van, aki elválik, és csajozni kezd. Nálad ez ugye abban teljesül ki, hogy most leszoksz a dohányzáson. Menő. Életkori sajátosság tulajdonképpen. Nem más, mint egyfajta kapuzárási pánik. Hogy ekkor legyünk azért egészségesebbek egy szuper. Kicsit. Ami jó, mert maga a cél az egy fontos dolog, hogy leszokjál. Visszaszokhatni? De mint férfi... Most már szarok rá komolyan, de tényleg elegem. De mint férfi a klasszikus, teljesen klasszik kapuzárás játszod most végig, csak más formában, mint ami mondjuk megszokott. Neked lesz akkor... majd egyszer valami jó, amit én csinálok? Nem, csak valaha. Szeretném, hogy tisztában legyél a benned zajló folyamatok. Te nem menjél vele. Leszokhattál volna 5 éve, és nem akartál. Ne menjél vele. Most vagy 48, 46, nem tudom mennyi. 45. Aha. Klasszikus. Pont ez. Klasszikus életválság. Ha most visszat, ha most rágyújtok, akkor mi vagyok? Na, annak nagyon fogok örülni, mert nem kellett volna. Jó, de akkor mi vagyok? A legnagyobb király. Akkor egy puha pecs vagy király, mi? Amit egy hétig eszel, iszol a család, ahova akar menni nyaralni, bármi. Aha. Nem hangzik rosszul. Szerintem az egész jó. Szeretném, hogy tudd, hogy mi zajlik le benned. Uh-huh. Miért nem 5 évvel ezelőtt szoktál? Mert akkor még ez nem érdekelt. Még úgy nem gondolkodom. Kimentél a szigetre, akkor nem rekedtél be. Akkor még elég volt neki az első tetkó is. Az nem 5 éve volt. Ahhoz, hogy kielégítse. Itt a kapuzárosi pályából fakadó igény. Egyre több ilyet fogunk. Ez egy létező dolog a férfiaknál, ez a kapuzárás. Tehát ez elér, Janit, ez elér engem. Ez csak mindenki más, hogy őrül meg egy kicsit, de minden pali megőrül. Király. Ez valahogy a nőknél kevésbé látványosan zajlik, vagy máshogy zajlik, mások a biológiai folyamatok. Ez vár rá. Ez és mi lesz a következő? Mit érzel velem kapcsolatban? Hogy mit? Vegás leszek? Vagy ne, azt azért nem hiszem, mert így csinálsz fura dolgokat. Már hogy egy... Azért ez a futási mániád, meg a cigildről lesz, azért ezek nagyon tőled, azért nagyon fura dolog. Tehát tényleg akkor futottál, amikor kergettek, akkor sem nagyon, csak lépték kettőt. Nem, de akkor a kocsiba beültem. Hogy levertél valakinek egy nagyon nagy maflást, igen. Szóval nem tudom. Neked semmi jelen? Nincs, nem tudom, figyeled a fiatal csajokat, kicsit kalandozol, egy sportautó. De ez mindig volt. Igen, sportautó? Még, nem úgy az anyós ülésen ülsz egy GPS-szel a kezedben, egy tetőn nélküli sportautó, és mit tudom én, valaki száguldasz a Balaton felé, és belerohansz a lemenőn, abban nincs semmilyen? Ha akarok venni egy régi, országúti Peugeot kerékpárt. Hát ez elég nyomorult kapuzárás. De azért már az a negyen. Hát, mi jut érted? Hát, mindenki a maga szintjén zárja a kapuit. Ez a harmadik biciklim lesz már. Na, azért ne bűnözzél. Hallod? De használtan.
Tehát semmi jele? Egyébként nem is biztos, ez 45, még lehet egy kicsit korai. Ez ilyen 50 körül. Hormonálisan ott bolondulnak. Figyelj, a motor engem például érdekel. Valamit megnézni, hogy babettával. Milyen motor? Kitolom, betolom, polírozgatom, járni nem rá, bejárok vele egy métert se. Na, ezt már viszont el tudom képzelni. Nézd, anyácska, nézd, milyen motor. Ez például tetszik. Apának Pannoniája volt, és nagyon sokat jártak annak idén anyámmal motorozgatni. És valahogy nekem a Pannonia az így beakadt. A régi, ilyen old school az egész, kicsit ilyen múltba révedős, kicsit ugye ezek a, hogy évek családi vonatkozásai is vannak a dolognak, és akkor így olyan jó lenne egyszer így egyet, de lehet, és akkor így csak de soha nem ülnél rá. Hát azért ez mennyire nyomorult lenne, hogy kijönnél, minden hétvégén leslagolnád. Néha berúgnám. Á, nem. Leslagolnád, letisztítanád, majd visszatolnád a garázsba. Hát ennél nincs szörnyűbb. Hát ha veszel egy motort, akkor pattadj föl rá és motorozzál. Azt el tudom képzelni, olyan komoly csizmába, mész, kabátba, bukós isakkal, megérkezel egy ilyen rében napszemekbe, leszállsz a motorról, és mondod nekem, hogy elvigyél egy körre. Az de nem akarok ilyen beúsztak Jonivel. Nem kell Harley-ról lepattani. Ezt el tudom rólad képzelni. De akkor nálad nincsenek jelek. Nincs még bakancslista se, tehát hogy nem raktam még össze semmi ilyesmit. Amikor a bakancslistád is olyan lenne. Mert mit akarsz az egész élet egy kényszer? A fűszerezett kecskesajt grillen megkóstolása. Tehát körülbelül te ilyeneket írnál a bakancslistára. Olyan durva dolgokat nem tudok. Nem a két krémes. Nem tudok elképzelni. És neked mi lesz a kapuzára? 38 vagyok. De majd odaért. Hát 38. Hát azért az a 38. Lassan 39-be csordogálok még egy 3-4 mindjárt meg lesz azért a 40-es. Azért az még nem sok. Persze. De nem. A 45 már az. A 45, na az már egy picit, ott melegedik. Igen. Az. Jó, de 40 fölött már te is 40-es leszel. Most akkor ne vesztünk el a részletekbe, hogy akkor mi már 47. Nyit a sportautó? Vagy mivel fogjuk? A ciki? Azért köszönjük, nem? Nem tudom. De miért hormonális változás a pasikban? Vagy ez micsoda? Nem, lemaradunk valamiről érzés szerintem. Valami kimaradt az életemből, ami úgy foglalkoztatott, még nem volt annyira fontos, hogy mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt, és akkor most, hát jó lenne azért azt is kipipálni. Szerintem kb. Ez a kategória, ez a kapuzára sipálni. Ugye addig, amíg még megtehetem, addig, amíg még képes vagyok rá fizikailag, meg addig, amíg még nem kell, hogy hívják ki két ember a tetkóimhoz, hogy az egyik széthúzza rajtam a bőrt, hogy feszes legyen, a másik meg rám varja. Tehát, hogy biztos ilyesmi. Nem tudom, hogy de ezek ezeknek egy része egyébként tök felesleges dolog. Tehát, hogy én például sokszor érzem azt, hogy így nem tesz hozzá semmit az életed minőségéhez, csak azért, hogy kipipálj, csak azért, hogy ez is megvolt minek. Tehát, hogy nincsen benne annyi. Az elmélyülős dolgok azok sokkal értékesebbek, mint ezek a kipróbálom, és akkor megvolt, és akkor ezt is csináltam. De mi már hogy elmélyülő? Hát, hogy az elmélyülős, hogy egy-két dologgal foglalkozol, de akkor azzal masszívan foglalkozzál. Aha. Hónapokig, évekig. Ez a kipipálos meg, csak hogy elmondhassam magamról, hogy én ezt is megcsináltam, vagy ez is volt, nem értesz hozzá valójában. Belekóstoltál, egy turista voltál abban a dologban. Vagy azon a helyen. És már tovább is álltál. De nem az visz előre, vagy nem az, hogy vannak álmaid, és ezeket megvalósítod, és ez egy kicsi dolog, vagy egy egyszerű kipróbálás, akkor ezt megéled, megvalósítod, és akkor attól érzed, hogy de igazi között nem volt lesz a dolognak ért. Hát nem kell. Hát most azt mondom, nem le akarok ugrani egy tőernyővel, az nem azt mondja, hogy egyedül akarok ugrani, megtanulni, csak kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés. Hát én nem egy tőernyős akarok lenni, én nem tandem pilóta akarok lenni. Rákapsz az ízőre, nem? Egy ilyen tandemugrás után, és elkezdett csinálni, nem? Nekem van egy ismerősöm, egy olyan kedves ismerős, tulajdonképpen családtag is, ő például neki a szörfelés a mániája. És ő például egy olyan bakancslistát írt össze magának, ami csak és kizárólag ilyen szörfparadicsomok vannak, hogy a világban minden olyan helyre el tudja menni, és ott tudja a kedvenc sportját, a kedvenc tevékenységét végezni, ami az egész életét meghatározza egyébként is, és akkor az ő bakancslistája csak ilyen. Aha. Tehát nem az, hogy elmenni a Machu Picchu-ra, leugrani a hogy hívjákról, a repülőgépről, bungee jumpingon a világ legnagyobb higgyán, meg hogy hívják el egyszerűen 4 kubai nőnek fizetni. Ki ez az ismerős, Bódi Szilvi? Hát őt látom mindig, hogy a bulvárlapok hozzák, hogy miket posztol, hogy Bora Borán szörfözik, most Balin szörfözik, most nem tudom, hol szörfözik. Ő az ismerős, mert ő mindenhol szörfözik. Az mondjuk nem rossz. Na jól van, hát meglátom, majd elmondom. Jó? Jó. Ha érke, ti már addigra úgyis már bezártátok. Már mi túl leszünk tehát addigra azokat, ha élünk. Már nagyon be lesznek zárva, én majd mondom, hogy mit kell most végrehajtani. 10 órától Székesfehérváron, aki teheti, hagyja otthon az autóját, ma egy kollégámnak lesz az első vezetési órája, Kotros Gyuri. Küldte nekünk Budaörsi út elején befelé a Március utcától a horvát teherautó kontra Ignis, micsoda?
Március utcán a horvát teherautó kontra Ignis. Komoly torlódás van, kerüljetek. Trafi van a 451-es úton Kiskunfélegyház a Csongrád között, a csongrádi körforgalom előtt, ez Csoki Guru küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy van egy magányos trafink, a Szombathely felé haladókat mérik az M86-os 88-as kilométerénél lévő felüljáróról, úgyhogy vigyázzatok. És Pilisvörösvár Flórián tér nagyon-nagyon lassú a bejutást, írják többen, hogy másfél-két óra alatt érkeztek be. Hármas metrót kérdezitek, elindult a hármas metró, ha a föld felett vagytok, akkor még potlóbuszok is viszik a feltorlódott utasokat, úgyhogy lehet menni föld alatt metróval, és a föld fölött pedig busszal. Jó, úgyhogy ezek jöttek. Örült a pénteki mosógép nyertes? Mi volt? Boldog volt? Igen, jó helyre ment, nem hallgattalak benneteket. Jó volt? Két saját gyerek és hat, ugye, vagy négy? Igen. Hat nevelt gyerek befogadott, és úgy jutott el hozzánk a mosógép segélykiáltása, hogy a 16 éves egyik örökbefogadott lánya írta le a mosógép gondolatait, úgyhogy anyu nem is tudott róla. Nem tudott róla. Hogy a mosógép így írt nekünk. Olyan, fú. Aranyos volt, örült, de jó. Akkor mondhatni az összes jó helyre ment. Igen, ez hihetetlen igen. Megható volt, de igen. Egyébként még abszolút igazad van, mert hétfőtől péntekig szinte csak ilyen kedves hallgatókkal találkoztunk, akiknek nagyon-nagyon kellett ez a mosógép. Tök jó volt. Igen. Na, akkor jó, akkor jó. Fél tíz van pontosan, ha van friss közlekedés híretek, küldjetek. Mi pedig jövünk mindjárt az ismétlésem. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Fél tíz múlt. Pontosan 5 perccel. Azt nézem, hogy van-e most friss közlekedés, ami ebben a pillanatban jött. Igen, a régi 8-as úton Veszprém felé van egy trafi Várpalotán. Lucifer küldte nekünk, és a 6-os bekötőn Érdig áll a sor, mert a budafoki Opelnél egy lukat aszfaltoznak hétfő reggel. Ez nem jó hír. Mérnek a rendőrök a 12-es úton, Nagymaros végén, a Cop felé haladók legyenek óvatosak, János írta nekünk, és M1 Hegyeshalom felé Tatabánya lehajtó előtt karbantartás miatt van egy kis torlódás, de nem vészes. Ezt Viktor írta nekünk, valamint az M7-es 94-es kilométerénél az Ajib Kutnál Letenyije felé szintén mérnek. Moncsi üzente. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, mivel is foglalkoztunk ma reggel? Hát beszélgettünk ugye Galambos Lajos ügyéről, hogy mit történhetett valójában, az ember rengeteg mindent olvas, hogy történhetett, megpróbáltuk elképzelni. És kiderült, hogy áram, víz és gázlopásban nem vagyunk túl rutinosak. Nem vagyunk túl rutinosak, igen, és aztán beszélgetünk a nagy lopásokról, amikor ugye az ember is bűnöz, vagy bűnözött kicsit, mint például, amikor tényleg egy egész ország tisztelt a kivételnek, HBO dekódert próbált szerezni, és hát megpróbáltad lopni az HBO-t abban a nyugodt tudat állapotban, hogy 2000 vagy nem tudom, 1500 forintot spórolsz magadnak havonta. Hát rengetegen csinálták. A dekóderes HBO lopást. Erről beszélgettünk. Valamint volt egy másik témánk is, hogy ki hogy fegyelmezi a saját gyerekét, amikor már semmi nem használ. Ferinek tegnap kemény estéje volt, és felvetette, hogy mit lehet ilyenkor mondani. Milyen érvei vannak az embernek, amikor a gyerekeknél egyszerűen semmi nem hat. Vannak napok, amikor tényleg olyanok, mint a süketek lennének. Igen, hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és vasárnap is. És vasárnap is, igen. Mit lehet ilyenkor csinálni? Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 van pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A Pákozdi pihenőnél Budapest felé mérik a haladókat, méghozzá egy bokorból, úgyhogy mindenki legyen óvatos. M3-as Eger felé 106-os kilométernél van egy trafi, Goodwill Ricsi küldte nekünk, valamint az M1-esen, a Hegyeshalom felé, kifelé elledőriznek az osztrákok, a sor körülbelül 500 méteres, ezt Farkas Tomi küldte nekünk. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok. Hát most egy kicsit azért megnyugodtam. Már milyen szempontból? Hát azért én kezdtem azt gondolni, hogy mi valami rettenetesen rosszul csinálunk, mert hogy biztos csak nálunk van ez, hogy nem lehet hallani a hangunkat talán, vagy ezek a gyerekek süketek, vagy fogalmas is, hogy mit csinálunk rosszul, de hogy ránk nem hallgatnak, az biztos.
De rosszak, nektek is, vagy este kicsit nehezebb, nem? Mikor már ők is fáradtak, ti is gondolom. Igazából napközben azért nem nehéz, mert suliban vannak. Az igen. Másnak nehéz, de reggel is nehéz, este is nehéz, és mindig, amikor együtt vagyunk, csak akkor tűnik nehéznek. Mert reggeli elindulás is macerás, ugye hát azon én nem vagyok. Hát miután nem fekszenek le időben. Nehezen kellnek, és akkor onnantól kezdve egy vannak jó napok, tehát vannak jó pillanatok, ugyanúgy foci, tehát akkor azt mondjuk, hogy ma edzés nap van, és nem esik az eső, és biztos, hogy meg lesz tartva. És kipattannak, mennek, készülnek. Bár mondjuk ettől függetlenül azért mi ritkán érünk be pontosan a suliba. Tehát egyszerűen nehéz. Tehát nem nincsenek már érvek, nincsenek fegyelmezési eszközök, vagy ha vannak, akkor azokat nem szívesen használjuk, amivel ki lehet őket robbantani az ágyból, amivel kicsit gyorsabbra tudjuk őket fogni, vagy gyorsaságra tudjuk fogni. Nem tudom. Tehát tök érdekes, mert nem egyformák, tehát a Dudi, a kicsi, ő tényleg felpattan, 3 perc múlva készen van, tehát és abban benne van a fogmosás, a felöltözés, reggeli. A Romeo egy kicsit nehezebb, tehát ő merre van a fürdőszoba, melyik lábra melyik zoknit kell minden húzni. Minden reggel el tudja játszani. Egyáltalán az oknit, az hova kell felhúzni, hol találjuk az oknit a lakásban, ki vagyok én, és ti kik vagytok. Tehát ő egy kicsit nehezebb eset. De mi jelent, hogy elkéstek a sülőbe, később értek be, tehát órakezdésre? Hát már csöngetéskor. Tehát elvileg ugye 3-4-kor oda kellene érni, hogy a gyerek szépen felmenjen, lepakolja, levegye, nem tudom, a kabátját, vagy a melegítőt, nem tudom, kardigányát, bármi van, és leüljön a padba, és szépen elkészülve várja, hogy akkor csöngessenek. Na hát, amikor csöngetnek, akkor belépnek az iskolába. Tehát tényleg? Hát azért ezt kicenticitek akkor. Nem szoktak jönni a kis ellenőrzőben. A csomósuliba bezárják a kaput, mint a 3-4-8-kor, vagy 50-kor. Vannak olyan iskolák a kerületünkben is, ahol a gyerekek a felügyelők, és fel kell írni a későket. Remélem ezt nálunk nem vezetik be. Remélem ezt nálunk nem vezetik be, mert hogy akkor mi folyamatosan fel leszünk írva. Nálunk a gimiben 50-kor. 50-kor zárták az ajtót. És vége volt. Tehát, hogy elkéstél akkor. De teljesen jogos elvárás az iskola részéről, hogy kicsit előbb érjünk be. Nem mindig sikerül, de én mindig a sorompóra fogom. Tehát, hogy át kell mennünk egy vasúti átjáron, erről is beszéltetek ma reggel. Megáll a vonat, de ugye az automata már lecsukja korábban a sorompókat, és akkor hosszasan állunk ott, és mondom a gyerekeknek, hogy ma is elkésünk, de nem azért van, mert ti lassúak voltatok, hanem azért, mert sorompót kaptunk. De szép. Vagy rossz helyen van a suli, tehát annyi minden van, amire lehet fogni. Na jól van. Oké, Csap, hívjuk a naphallgatóját. Hívjuk. Aztán elmondhatsz valamit a zenékről. Kitárhatod a szívedet a nagy közönségnek, hogy mi lesz ma. Jó, meglepőt fogok mondani. Na, tényleg, annak örülünk, annyira nyomott ez a hétfő, hogy abszolút jó. Valami nagyon meglepőt mondasz. Morning show. Oh! Hello! Hello, hello. Pisti vagyok. Hello, Pisti. Azt írta nekünk, én megmondtam a gyereknek, ha nem jól viselkedik, nem megyünk sörözni hétvégén. Petike, 34 éves, egész jól működik. Humorizáltál, vagy tényleg van egy nagyobb gyereked? Hát még nem annyi, ez még csak egy poém volt. Ez csak egy poém volt. Csak 15, de vannak azért bajok. 15? Hát igen, kamasz gyerek az nem lehet. Nem lehet egyszerű. Nehéz vele nagyon? Nem. Egy áldott jó gyerek, de néha füllentés azért van. Egy gyermek van csak? Egy, igen. Ó, hát azért az. Azért a két gyerekesek tudják, hogy ez egy vagy az csak egy kirándulás. Az csak egy kirándulás. Még a kisgyerek kis gondba vagy. Igen, abszolút, persze, ezt is mondják, hát ezt az ember akkor hiszi el, odaér, hogy nagyobbaknál már azért egészen más a történet. Hol hallgatsz minket? Fehérvár. Jól van. Küldjük az ajándékcsomagot, köszi, hogy írtál, és hogy köszönöm. Felvetted. Köszi, ciao. Szép napot, hello. Na, mi újság, Csabik, elnök meg zenét? Na. Hát Avicii-t hozom neki. Ez volt a meglepő. Azért, 50. alkalommal ajánlom nektek. De nem, mert hogy ezt a dalt most fogom először ajánlani nektek. Ez Avicii olyan régóta van itt velünk, hogy azt gondoljuk, hogy a lemezek azok leesnek a falára. Mint hajlóvé. De képzeljétek el, hogy neki még eddig csak egy nagy lemeze van. Rengeteg maxi, meg rengeteg sláger köthető már a nevéhez. De a második nagy lemeze, az majd csak október 2-án jön, az lesz a címmel Stories, és én már erről fogok hozni nektek egy slágert. Na, mondjátok, hogy nem mondtam meglepőt.
Hát ez apám, hát hogy én... még nincs is lemeze, de neked már megvan. Én amíg tudom, leteszem a hajam, mert ezt januárban már nem mondhatom, hogy leteszem a hajam. De most még minden nap leteszem a hajam. Hát ez felfoghatatlan. Én szóhoz se jutok. És az érdekes ugye még, hogy, hogy kikkel dolgoznak általában ezek a zenei producerek, DJ-k, hogy milyen hangot találnak meg, és persze az is egy járható út, hogy a nagy sztár előadókat énekeltetik, ugye az Avicii pont, ugye Robbie Williams-szel is dolgozott együtt, de nagyon sokszor van az, hogy ők adnak nekünk új előadókat, vagy általuk tudjuk felfedezni, most például Alex Ebert nevét ismerhetjük meg, aki egy ilyen folk énekes tulajdonképpen, de ebben az új dalban, ebben a For a Better Day-ben ő adja a hangját, vagy ő, az ő énekével hallhatjuk ezt a slágert. Ő fiú vagy lány? Alexa neve. Ja, Alexa. Tehát Alex? Nem, Alex. Ja, na, hát ezért Ebert. Alex Ebert, és ő egy svéd. Egy svéd country énekes. Igen. Nem, bocsánat, ezt rosszul mondtam, ő amerikai. Amerikai folk énekes. Így. De a neve a stimmel? Igen, Ebert. És ha ő keresi meg Avicii-t, vagy Avicii hallgatja meg őket, és jön rá, hogy nekem ők el a dalomhoz. Biztos vagy benne, hogy ők megkeresik folyamatosan kapják a különböző kiadványokat, de ő valószínűleg nem azok közül választ. Most gondoljatok bele. Itt vagyok. Én szeretnék. Nem, tehát ő meg direkt rámegy azokra a különlegességekre, a különleges hangokra, az is lehet, hogy dalhoz választ. Tehát már előbb megvan a dal valakivel, nem tudom, haveri körből felénekelteti, vagy ő felénekli, és aztán egyszer csak hall valahol egy hangot, és azt mondja, hogy na ez most passzolna az én dalhoz. Rahat raffinált ez az Avicii. Rafko. Na, az Avicii gyereket, láttam én azt az Avicii-t. Ott a ramasság. Nem áll jól a szemese. Jól van, Csabikám, meghallgatjuk. Hát jó? Neked tetszeni fog, hát a nagy Avicii rajongó, hogy azt tudom. Na, azt gondolhatod mennyire. A legnagyobb. Tehát a szigeten is ott állt az Avicii koncert. Olyan csáp voltam az Avicii-n ott az első sorban, hogy csak úgy jöttek a slágerek. Közülük itt most ülünk öten a stúdióban, talán a Zsűl is elmondhatja magáról, de te mindenképpen, hogy láttad már Avicii-t élő. Láttam egyébként tényleg. Zsűlis? Órákkal előbb már. Avicii. Hát ez Avicii. Nem Balázs, még két órában. Avicii. Akkor is. Nem Balázs, ez nem az a nap, jó holnap. Akkor most már itt van a Avicii. Idén nem jön Avicii. Első sor. Avicii nagyon jó. Gyorsan egy utolsó közlekedési információ. Fontos lehet, a Szegedi út felé a 13. kerületben a Tatai úton van egy kis trafipaxun, valamint a Mécses-Kalás tértől a városba menet mérnek a bal oldalon. Figyeljetek, és van egy trafink az M7-esen a 95-ös kőnél az Agyip kútnál Siófok irányában. Timci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Csabikám, jó munkát neked! Jó? Nagyon szépen köszönöm, meg lesz. Legyél ügyes, dolgozzál. És itt vannak, és a jó idő, rossz idő ellenére is telefonálnak. Na most jó vagy rossz, ne hát ez az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen idő van kint. Ja. Hát tessék telefont ragadni, aztán... 555-55-00 ez a telefonszám. Jó, Csabit, hívjátok, kérjetek okay. tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.
Uraim.